Jó van, tudom, hogy nem vicces, már az előző részben ellőttem, de hát, hogyha vannak új nézők, aztán ő nekik minden is új. Na, figyeljetek, komment szekciót gyorsan végigfutjuk, nagyon hosszú videó lesz amúgy is. Tegnap kimaradt rész, nem véletlenül, mindjárt fogok róla beszélni, mert gözbe pörögjenek az események, de a kommentekből szeretném felolvasni a top kommentet, amit Nigrus Kajának sikerült elérnie, fölényesen 13 darab like a gyerekek, és nagyon hasznos dolgot írt, és tök jó, hogy azt lájkoljátok be, ami hasznos. Azt írta, ha a drónnak csinálsz medkit modot, és kötszed, vagy első segény csomagot raksz be azt inventoriába, akkor automatikusan gyógyít téged. Hát ez egyébként nem is gondoltam volna, de rohadt jó. És egyébként volt egy másik komment, Biro Imre, amit nekem nagyon tetszett. Amikor ugye mondtam, hogy az komoly 10 HP-val megúsztuk, akkor arra írta, hogy nem, 3 HP-val. Ott már azért volt firkálása a Csoki Mikulásnak. Egyébként utána végig visszanéztem én is a videót, vagy nem visszanéztem, mivel 2 órás, csak egy belenéztem abba a szituációba, mert ugye az akció közben nem láttam, mennyi HP-k maradt, de utána láttam én is, hogy 3 basszus, 3 HP-val megúsztuk előző részben a dolgokat. Na, köszönöm szépen a kommenteket. Annyit elmondok így az elején, hogy afkoltam, nem afkoltam, hanem csináltam dolgokat, de viszont olyan dolgokat csináltam, amik nem lettek volna izgalmasak. Emiatt látjátok, hogy 42. nap van, ugye pontosan 24 óra kb. Ugye egy nap telt el, és már itt is vagyunk. Ezt figyeljetek, ezt kitaláltam, hogy fölveszem, és megpróbálkozunk ezzel így. Már csak azért, mert kellene XP-t gyűjteni, és el kéne menni XP lötyiért is. Mindjárt kezdődnek itt a dolgok. Gyerekek, figyeljetek, komoly dolgok lesznek. Ezt a Skullcrushert lehet, hogy be kéne nyomnom egyet belőle, meg XP piánk nincs esetleg. XP pia jöhet, meg mill damage az azért odaver, de szerintem tök más nincs. Ranged damage, jó, több nincsen. Úgyhogy akkor adjunk neki, srácok, belevágunk a lecsóba, nyomjuk neki a zombi horda témát. Ubasszus, annyi mindent csináltam, de egy dolgot nem csináltam meg. Nem javítottam ki azt a lukat ott a... more! Hát ez nem lesz jó. Nem javítottam meg a bázist, de sehol nem javítottam meg a bázist. És egyébként hosszú horda lesz, ugye dupla hosszú. Szóval ez nem... Ájjjjjj. Nem javítottam meg a bázist, tudjátok, szét van csezve a zajja. Csak fablokkal van betömve ott az a létre alatti rész például. Na jó, van mindegy. Be kéne nyomnom ezt az XP sütit majd, vagy kaját. Nem tudom, milyen hosszú. 6 perces. Jó, akkor benyomjuk majd, jó? Amikor meglátjuk az első zombit. És visszavettem ugye ezeket a turéteket. Jó, meg kivettem már a tűzből ezt, meg igazából már pakolgattam, meg majd mindjárt fogom mondani, hogy mik nem történtek itt. Hello, see you. Jól van, oké, köszönöm szépen, hogy figyelmeztettél. Sejtettem, hogy jön. Jó lesz ez így, szerintem ez így jobb lesz. Nyomjuk még is a XP kaját. Gyorsan. Oké, hát ezek nem halnak így meg, várjál. Mit akartam? Oké. Egy kicsit félek tőle, hogy a bázis össze fog borulni, úgyhogy arra számíthatok, gyerekek. Vaj, hol raktam én a izévet? Nem vettem ki a... Ja, itt van, hát nem van a izén a... Sloton, várjál, ezt beküldöm. Mill damage-t ad. Hány percre? 6 percre. Be lehet stackelni. 12 percre. 18 percre. És csak a 24 percnyi, egy fél órányi ilyen cuccom lesz. Gyerekek, én rohadtul félek, hogy szét fogják túrni a bázisunkat, de remélem, hogy nem. Ne ütögessé, testvérem. Ja, XP-t gyűjtünk, gyerekek. XP-t gyűjtünk. Ez nem tökéletes ez a bázis. Ja, és kitaláltam egyébként, hogy milyen bázist fogunk csinálni ebbe a részbe. Szerintem mi várni fogjátok. 1560 XP basszus egy ilyen.
Jó van, oké, nem baj, nem vagyunk egyedül, az a jó. ...4600 XP. Tökéletes, tökéletes gyerekek. Egyébként most már nagyon lassan megy az XP-csik, ilyen gyakorlatilag rohadt lassan. Szóval jó lesz egy kis plusz XP. Kitaláltam, hogy milyen bázisunk legyenek. Azzal kapcsolatban, vagy milyen bázisunk legyen, ugye a Wastelanden, azzal kapcsolatban egy büdös szót nem írtatok, srácok. Úgyhogy ott egy kicsit így... nekem kell, hogy... mondjuk, hogy improvizálnom. Hallod, ez eltörte a térdemet, úgyhogy leköpött. Az úgy gratulálok. Hát bekössük? Igazából nagyon nem fogunk futkozni. Ez a baj, túl közel állok. Ugye? Meg az a baj, nem kapcsolom fel a villanyt se. Így már egy kicsit jobban látni. Na! Afkoltam, ugye? Beszéltünk arról, hogy ne az legyen, hogy gyakorlatilag nem nagyon akarok semmit csinálni, küldetést nem tudtam volna csinálni, építkezni nem tudtam volna, és hogy ne kelljen a semmit néznetek, ezért ugye 42. nap este lett. Annyit csináltam egyébként napközben, hogy kimentem, lepakoltam annak a két ládának a tartalmát már a motorba, és alul lent a garázsba az egyik ládába van, amit még el kell vinnünk. Gyakorlatilag nem is nagyon módosítottam rajt, egy dolgot módosítottam, mivel szedtem alapanyagot, és emiatt szedtem alapanyagot, csináltam cobblestone-t, és emiatt nem fogjuk elvinni a minerset-et. Elvileg szedtem annyi alapanyagot, hogy ne kelljen bányászkodnunk, és ne kelljen fát vágnom. Azért csináltam ezt, mivel az szerintem a videónak a legunalmasabb része, hogy folyamatosan szedjük az alapanyagot, és így ezt legalább megusszuk. Úgyhogy csak el kell mennünk, a mai résznek az lesz a célja, hogy megvárjuk ugye a reggelt, elmegyünk arra, ahova le akarunk telepedni, és ott meg is próbáljuk... Ez még túlélte. Az felrobbantotta magát Dick az gyerekek. És azt csináljuk, hogy megépítjük a bázist. Ez egyébként azért is jó ez a rúd, mert hogyha ketten összetorlódnak, akkor a hátsó az leesik. Próbál ugye hozzá ide jutni. Úgy egyébként ez a bázisnak az alapja, az körülbelül hasonló lesz, mint ez. Szóval tök benn van a fejemben minden. Néhány dolgot akarok rajt módosítani, mivel egy-kettő dologgal nem vagyok kibékülve ezzel a bázissal kapcsolatban. És gyakorlatilag ennek a bázisnak lesz a 2.0-as verziója, az amit oda fogunk építeni. A Wastelandre. A 2.0-as verzió úgy fog megvalósulni, úgy fogjuk ezt felfejleszteni, hogy gyakorlatilag itt középen végig látni fogom, hogy milyen zombi jön és hogyan. Azt szerintem tök jó, mivel nem kell azon agyalnom, hogy éppen mivel kerülök szembe, meg ha akarom, akkor lőni is tudom. Meg fölösleges, hogy ilyen magas legyen szerintem a bázisunk. Szóval nem lesz ilyen magas, szóval 30 blokk magas szerintem bőven elég, ott már nem érzékelnek minket a zombik. És más lesz az elrendezése is, tehát nem ilyen kereszt alakú lesz. Úgyhogy tényleg egy ilyen 2.0-as toronybázis lesz, nem ilyen magas, más elrendezésű, és más... A zombiváró is más lesz. Új, ez a baj, lepotyognak gyerekek. De nem baj, legalább 3 XP, de nézzétek, olyan lassan jön már az XP, hogy az őrület. Ezt be kéne tárazni. Egyébként ott egy zombi horda is szerintem sokkal több lootot dob, mivel ugye körülbelül duplája a loot stage-nek, mert ennek a sivatagnak a Wasteland dupla olyan jó loot stage-el rendelkezik. Bazza, nem tudtam kijönni ebből. Ah, egyébként már legszívesebben mennék, már 23-10. Gyorsan meg kell ölni őket, mert lepotyognak, az a baj. Legszívesebben már mennék építkezni, meg mindent csinálnám. Egyébként a motort megtankoltam, lepakoltam ugye azokat a cuccokat, amiket vinnünk kell. Meg igazából megcsináltam, hogy előkészítettem mindent. A szenet kivettem, nem biztos egyébként, hogy elférünk, mert eléggé... nem próbáltam bele az inventoryba, majd hogyha kell akkor egy kicsit szelektálunk.
Valaki felvetette a komment szekcióba, hogy szedjem ki a szűrők például ugye abból a víznyerőhelyből. Ez egy jó ötlet, csak az a baj, hogy az megint plusz két helyet foglal, és azt hiszem, hogy a tradernél szokott lenni olyan szűrő, meg olyan alkatrészek. Meg ráadásul a hatos, tier 6-os questeknél mindig ad kaját, meg mindig ad jóféle piákat. Úgyhogy nem biztos, hogy vagy szükségünk lesz olyan sok vízre. És emiatt nem fogom elvinni azt a szűrőt. Meg igazából nem férünk el. Azt tervezem, hogy ugye... Azt tervezem ugye, hogy egy darab úttal vigyünk el mindent, és ne kelljen még egyszer ide visszajönni semmiért. Konkrétan semmiért, hanem mindent tudjunk ott megépíteni, úgy, mint itt. És ebben a formában, tehát úgy értem, hogy minden dolog, ami itt létezik, azt tudjam ott is létrehozni. Ne! Vazze! Ez egy izé volt! Ez egy ilyen terrorista zombi volt, és rohadt nagy bázli volt, hogy... Bazzer, nagyon nagy mázli volt, hogy ki tudtam nyírni, mert különben, hogyha nem ütöm le egy fejütéssel, akkor fölrobbantotta volna magát az vágjától. És azért, ez tök jó, hogy ez a szakasz szerintem nem olyan hosszú, mivel így egy ilyen robbantós zombi, kevesebb ideje van aktiválni ezt a dolgot. Meg ugye a rendőrzombi is, amikor meglát, elég kevés ideje van lőni. Elég gyorsan tudok reagálni. Tehát, hogyha ez ilyen hosszú lenne, akkor lehet, hogy még ennél rosszabb lenne ez a szitu. Viszont ez a zombi hor... Ez a hordaváról szerintem epik jó lett. Nem gyerekek, ez egy perfekt. Ez rohadt lassan jön már az XP. Nagyon sok zombit megölsz, meg nagyon sok... Jó XP-t adó zombit, és mégis rohadt lassan megy. Nem is tudom, hány is szintén vagyunk. Mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Igen, várom egyébként, hogy menjünk már innen a francba. Jó, meg 9 percig... Még 9 percig ütünk erősebbet, úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy benyomok egy ilyet. Sőt, kettőt, mert úgy érzem, hogy ez még kelleni fog időintervallumba. Ezek meg nem haltak meg. Ja, hát remélem, hogy az alját nem fogják a bázisunknak kiásni. Attól egy icipicit félek. Oké, ennek is vége. Karóba húztuk a csajt. Szerencsétlen. Jó, oké. Jaj, de alig várom egyébként. Alig vártam, hogy játszak. Egy nap ugye szándékosan kimaradt, mivel kíváncsi voltam, hogy mik lesznek a vélemények ezzel a költözéssel kapcsolatban. Ez úgy gondoltam eléggé olyan téma, amit így jó lenne megbeszélni, de aztán ezzel kapcsolatban, a költözéssel kapcsolatban nagyon sokat nem írtatok. Néhányan írták, hogy legyen mind a két helyen bázisom, nyilván mind a két helyen lesz. Többen írták, hogy ne költözzek el, de bázissal kapcsolatban, hogy milyen építsek, nagyon nem jöttek ötletek, úgyhogy saját magamra kell hagyatkoznom. Egyszerű. Hát még egy szintet se lépünk itt, basszus. Ez elég vicc, nem? Hát az a gond, hogy szerintem lehet, hogy ássák az alját, vagy fúrják. Szerintem ott például kapásban ott ütötte. Öcsém, ez leugrott. De miért kezdik el ütni gyerekek? Miért kezdik el ütni? Szomjas vagyok, Mori.
És így lőttem szét a ládáimat. Amúgy, ja. A bázissal kapcsolatban hát legszívesebben így megmutatnám, hogy mire gondolok, vagy mit szeretném csinálni, de... Sajnos nem láttok a fejembe, de nem tudom, hogy mondjam el. Statikailag is mindenképp egyel biztonságosabb bázist akarok, főleg, hogy lesznek ott már ilyen robbantós zombik, meg, ja, egy kicsit itt jobban be fogom biztosítani a bázist, de szerintem legalább olyan érdekes lesz, mint ez. Viszont annak köszönhető, hogy nem ilyen kereszt alakú lesz így, szerintem nem lesz ennyire zsúfolt, egy kicsit könnyebben tudok benne működni. Ez a szerencsétlen szerintem a háromszor leugrott. Nem mondod. Az igen. Hűha. Meg se tudják ütni ezt a izét, ezt a bázist körülbelül. Kurva jó. Egyébként ez annyira jó lett ez a bázis. Remélem, hogy a következő is lesz ilyen jó. Jaj, gyerekek, ne haragudjatok! Nem tudom. Kicsit furán érzem magam, mert ilyen nagyon várakozó állásponton vagyok. Alig várom vége legyen ennek a hordának. Már költözhetnékem van. Gyerekek. Ezek miért nem állnak föl? Vagy mi a tököm van itt? Ez a fajta zombi ilyen hülyeségeket csinál. Na, ezt figyeld! Hí! Ne szórakozzál, more! Ne! Azt a betyár! Robbantós! Júj! Ez nem tudom, hogy működik ez a robbantós, hogyha meglövöm, vagy megütöm az a mellén, azt a szart, akkor kezd el pittyegni, robbantani, vagy pedig a mindenképpen. Ja, tök jó, mert a következő az mindig leesik. Egyébként csináltam olyat, hogy csináltam blokkokat, gyerekek, és még annyit csináltam ráadásul, hogy külön raktam. Ja, nem raktam külön. Külön raktam olyat, amik nagyon kellenek, vagy átnéztem őket, mert egy igazából egy kicsit más struktúrát akarok építeni. Ja, hát ez egy kicsit könnyű így, nem srácok? Túl jó lett ez a bázis, gyerekek. És a második az mindig leesik. Na bazze. Ujj, ujj! Na most észnél legyünk. Jó. Még hogy nem ütik. Jó. Szerintem egyébként a szél ütöttem ki. Nem baj. No problémo. Jó, kicsit jobban kell figyelni legalább. Nem baj, semmi gond, gyerekek, semmi gond. Az anyád úristen. Na most nem akarok elverni, mit tudom én, építő vagyok, én meg ráadásul lehortom az összeset. Úgyhogy tartanunk kell magunk a gyerekek, jóó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 ó
Semmi gond. Azt a pisztolyt azt föl se veszem. Jó, még 3 óra, aztán begyük, srácok. Egyébként ezek a zombi horda témák, ezek kezdenek teljesen, hát majdnem unalomba fulladni nálam, mert annyira OP-k vagyunk, hogy még így is megtartjuk a hordát. Hogy konkrétan annyi, hogy egy úton tudnak elérni hozzánk. És így simán lehet ezt kezelni.
Aj, menjünk már, alig várom, hogy menjünk. Egyébként azért nem tudok ám magammal mit csinálni, meg itt elizélek, itt beszélek össze-vissza, mert legszívesebben már vendég. Semmi izgalom nincs ebben a horda dologban. Sokkal érdekesebb a questelés, főleg egy tier 6-os. És körülbelül halljátok, figyelj, egész éjszaka lelépünk egy fél szintet. Azért az lehet, hogy egy kicsit durva, nem? Nem mondod? Nézd meg, inkább menjél le, hogy... Egyébként tudjátok, milyen funkció lenne jó ennek a dróddak? Valami olyan, hogy van rajta egy kamera mondjuk, és akkor el tudnád küldeni, és körül tudnál nézni valahogy mit, nem? Így lehetne távirányítani. De szerintem a szikrázik az a drón. Meg kéne javítani bajt. Jaj, menjen az idő már! Lol. Kiesett hatósugáron kívül. Hát ez tényleg chilles, a legcsillesebb része újabb a játéknak. Az gyerekek... A zombi horda. Komolyan. Ez a legcsillebb része, ez túl jó lett ez a base. Mindjárt omlik össze. Mi? De egyébként szándékosan nem akartam megerősíteni, meg még több alapanyagot ugye beleölni, mert úgyis megyünk innen el. De... Tényleg egyébként a koncepció... Szerintem az marha jó lett. Oké, fölkészülök a konfliktusra. Ah, jó az. Ha gondoljatok, pörgessetek oda 4 óráig. Azt ott egyből indulni fogunk mi az, hova? Az új bázisunkhoz, úgyhogy ha unjátok ezt, akkor nyugodtan. Mert megmondom őszintén, ez számomra is nagyon nyögvenyelős. De az volt a gond, hogyha beállítom 60 percre ugye az egész 24 órás intervallumot, akkor nagyon kevés időnk lett volna elköltözni. Szóval konkrétan egy ilyen fél óra alatt kellett volna mindent megoldanunk. Igaz, hogy gyorsabban lement volna a horda is, viszont gyorsabban lement volna a nappal is. És azért gondoltam, hogy ezt nem fogom így megcsinálni. Egyébként miért jönnek ilyen 440-es zombik most? Már 440 XP-sek. Eddig ilyen 800-as volt a legkisebb, most meg ilyen gagyi szarok jönnek. Szóval is nem is értem egyébként, hogy... Mi az összefüggés ebben, hogy... Valamikor egy csomó radium, valamikor meg... Ilyen hódgagyik jönnek. A izéket nem fogom használni a robotokat addig, amíg nagyon el nem fajulnak a dolgok, mert simán tartom a hordát, ugye, látjátok, így legalább ugye jóval több XP-t tudok farmolni, bár igazából ebből fogunk sok XP-t kinyerni, mivel nagyon kevés XP jön. Az igen. Menjél innen el! Olyan keveset sebeznek egyébként. Lol, szegény. Na már csak 2 óra és mehetünk. Jaj, alig várom egyébként, én nagyon szeretek építkezni. Nagyon szeretek bázist csinálni ebbe a játékba. Szóval tényleg legjobban várom ezt a részt. Ebben a részben, igen, kajások is vagyunk. Ebben a részben nagyon sok dolgot fogunk csinálni. Lemegy egy komplett horda, megépítünk egy komplett bázist. Ezeknek az öltönyös fickóknak a legviccesebb a futás animációjuk.
mert ilyen nyújtott kézzel előre dőlve rohannak, mint valami tényleg valami Benny Hill show vagy nem tudom. Mint valami tényleg ilyen Vig játékba. Oké, oké, nyugodjál meg szépen. Ilyenkor egyébként a robotot elküldhetném valahova, ugye? Mármint úgy értve, hogy odén mennék vele, és akkor megmondanám neki, hogy stay here. És akkor ugye nem lenne benne ebbe a gebaszba. Ezt nem írtátok, pedig kérdeztem, de hogyha valaki tudja, akkor írja meg, léci, hogy ez mitől rongálódik. Tehát, hogyha most így beviszem egy ilyen csúnyább helyre, ahol sok a zombi, akkor leverik őt is. Na, mondjuk lehet, hogy nem örülnék. És ugye eléggé nehéz kiszámítani, hogy mondjuk medic robotként használom, és akkor nehogy leverjék. Nehogy leverjék, de hasznát is vegyem. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne megoldani jól. Meg akarom nézni, hogy... Sokan... Kire üsse maga valóla a talajt, basszus. Na, ez szép. Szépen nézel ki, gyerek. Na jó, már csak másfél óra. Szóval gyorsan ugrok le a létre, hallod? Mert igazából levittem mindent, meg előkészítettem mindent, hogy ne kelljen tényleg gameplaybe tökörészni, meg ne kelljen itt nézzetek, hogy hogy várok. Megint elmentem oda az erdőszélbe bányászni egyet, hát ásni konkrétan. Meg kivágtam egy raklapát, aztán így akkor nem kell körülbelül egy órán keresztül azt nézzetek, hogy furom be magam, jaj de jó. Kaptunk XP-t. Lehet, hogy egy kicsit fogok pakolni mondjuk a Lucky Looterre. Mert olyan rámentünk arra, hogy tök jó lootokat kapunk. És ez nekem, megmondom őszinte, rohadtul tetszik. Úgyhogy lehet, hogy fogok arra pakolni. Rendőr zombi nem jött most, nézzétek mióta. Tök durva. Csak tényleg remélem, hogy nem bontják el az alapját ennek a toronynak. Volt értelme ugranod itt egy helybe. Attól egy picit félek, hogyha alacsonyabb tornyot csinálok, akkor valószínűleg a madarak is meg fognak jelenni. De hát annyira nem lesz nagy probléma szerintem. A hordát tök jól lehet kezelni egyébként kalapáccsal, nem fogy el egy darab lőszeret se. Szépen sorba vannak ugye állítva, úgy jönnek. Úgyhogy nagyon nem kell tűzerő ide. Fölösleges. Maximum ugye, hogy ha megjelenik egy rendőr zombi vagy valami hasonló. Nincs rossz érzésed van ezzel kapcsolatban, ember? Szerintem nincsen, tök jó ez a helyzet. Csak már menjen az idő. Íííí, nekem is rossz érzésem van. Csomó mindent lehetne még ebből a drónból kihozni, nem gyerekek, hogy milyen funkciói lennének. Bár valószínűleg, hogy a modokkal ugye tudnék különböző funkciókat hát így hozzákapni, úgymond. Tök érdekes bázist akarok kihozni, gyerekek. Egy kicsit ilyen otthonosabbat, ez nagyon ilyen puritán volt, konkrétan semmilyen bázis formája nincsen, hanem egy torony, aminek a tetején élek. Inkább arra gondoltam, hogy valami bázisszerűt akarok építeni, amelyik egy kicsit otthonos is. Viszont hülye voltam ám, mivel az összes clayt, meg követ, amit összegyűjtöttem, azt bealakítottam cobblestone-nál. Ha lenne volna eszem, akkor égettem volna ki cementet, és tudtam volna még betont is csinálni. Bár ott azt tudunk majd ott is készíteni. De valószínűleg, hogy nagyon nem lesz ilyen, hogy
gameplayen kívül bármit fogok csinálni, mert rettenetesen. Jó, megjött egy madár, bazza gyerekek. Megmondom őszintén, nem az, hogy untam, hanem nagyon fura volt, hogy gameplayen kívül kell bármit csinálnom, egy órán keresztül ásnom például, vagy pedig lehordani az anyagokat, amik voltak ebbe a ládában, vagy bármit is csinálni, mert komolyan mondom, szinte folyamatosan bennem volt az, hogy pofáznék hozzátok, de gondoltam, mivel nem tudok érdemlegesen semmit csinálni, például nem tudtam küldetésezni. Mi van ebben? Meg belekukkantunk. Jó, egy könyvecske. Nem tudtam érdemben semmit csinálni. Úgy gondoltam, hogy ez... Neni, kihagyjuk. Meg igazából ebben a részben legalább valami tartalmat fogunk belecsempészni. Úgyhogy lesz zombi horda, vagyis van, meg még ráadásul felépül egy új bázis is. Szerintem az így érdekesebb lesz. Bár komolyan mondom, a zombi horda most számomra a leginkább ingerszegényebb dolog. Komolyan. Még a ládákba pakolgatni is jobban szeretek, mint itt állni és azt várni, hogy ide fusson hozzám egy darab zombi. És egyébként tudom, hogy mondtam, hogy kint akarom megcsinálni a hordát, lehet, hogy érdekes is lett volna, viszont most ugye teljesen... Viszont ugye most teljesen más a koncepció, inkább arra hajtunk, hogy minél inkább... Ha minél jobban túléljük, meg ne legyen semmilyen debuffom, hanem minél gyorsabban tudjunk menni. Elköltözni. Az is, amíg odaérünk, egy csomó időbe telik. Lehet, hogy azt meg kell csinálni a gyereknek, hogy meg is markolom ugye a térképőr. Ez valahol merre volt egyáltalán? Erre, ugye? Ez lol. Lazán vagyok, mi? Menjünk ma! Egyébként gondoltam arra is, hogy a virágcserepeibet is elvihetném, mert azt hiszem, hogy föl tudod verni. És ugye azt úgy tudod... A csávó itt ellók, baze! More! A rendőr meg ide gyalogolt hozzá, ez nagyon lol. Hoppá! Néha elkezdik ütögetni a bázist, nem értem, hogy miért. Mi ennek az oka vagy, hogy... Jó, arra gondoltam, a virágcserepeimet is ugye föl tudnám szedni, de... Arra gondoltam, hogy mi értelme van, annyi kajánk van, mint a sár, meg ugye ezek a tier 6-os questek, ezek nagyon dobják a kajákat is, meg ha akarok, akkor ott is tudok lecraftolni bajt, szóval. Szóval úgy gondolom, hogy fölösleges lenne. Jó, nem pazaroljuk a lőszert, inkább kalapácsolunk. Lehet Lucky Looterre rá fogok pakolni a gyerekek, és lehet, hogy akkor már most el kellene osztanom azt a skillt. Azt szerintem... Mindenképpen akartam egy ilyen Lucky Looter-öst. És nézzük már meg akkor mennyi lett itt a... Loot Stage. Már is fölment 114-re. Jó Istenem. Csodálatos. Csirke-birke. Na, 3.34, gyorsan lemegyünk itt a folyos, vagy a lépcsőházba. Hogy kipucoljuk azt is. Lerohanunk. Jajjaj. A következő bázis, amit tervezek, ott mindenképpen egy teljesen más koncepció lesz. Sokkal inkább védhető. És főleg az ilyen rendőrzombik, meg a robbantó zombik elől sokkal inkább, vagy ellen sokkal inkább defenzívebb lesz.
Menjünk már, annyira várom, hogy menjünk, komolyan nem bírom ki, gyerekek. Valaki hörög, basszus. Félek, hogy furnak. A játék aztán mindjárt én is megyek leveletek szembe. Lehet, hogy neki is indulok, gyerekek. Nem tökörészek, mindjárt ezt a pár darabot még nyakom berem, azt a... Lehet, hogy beindulok lefele. Menjél innen! Bár nem a legelőnyesebb a pozíció. Nem a legelőnyesebb. Beszartál, mi öcsi? Ne aggódjál! Egyébként tök jó az a lépcső, ez jó. Ki van találva. Gyűnek! Ebben a lépcsőházban szemtől szembe simán megcsinálja bárki szerintem, mert tök jó sorba rendezi őket. Hogy futtak föl, mint az őrültek gyerekek, nagyon jó. Ugye ezt a lootot ki akarom lootolni. De olyan dolgokat ugye, amik kellenek, meg amiket amúgy is viszünk. És azt hiszem, hogy a rezet azt nem visszük. Ja, azt mondtatok valamit, és lehet, hogy azt meg is csinálom. Hogy csináljam már azt, hogy azt a sok lőszert eladhatnám. Bár nem akar, nem kell annyi pénz. Egyébként itt szétvertek dolgok a gyerekek, figyelj. Hiányoznak dolgok. Szólok. Mondjuk most egy debuffot be, nem, jó lenne nem benyalni. Meg mondjuk egy robbantó zombi lehet, hogy fájna. Ezzel a szűk helyen. Sörét jöhet, meg ez jöhet, mert egyébként ez van nálunk valahol. Mi belehúzzunk, nem tökölünk se egy gyerekek, csak itt ezt végig ki, le akarok menni. Hogy ne maradjon itt egy büdös darab se. Jönnek ám, mind az őrültek fel. Kezdi, nem vagyunk egyedül. Micsoda bölcs meglátás volt ez. És a következő bázisnál nem így fogunk közlekedni, szóval egy új koncepciót szeretnék megvalósítani. Na, csapjunk bele a lecsóba. Jaj, egyébként nem ittam kávét, azt kicsit furá is érzem magam. Olyan izé, olyan kis melankó... Baze, oda nézzé, hallod? Szét van furva az egész, öcsém. Figyeld el. Kibásták magukat. De jó, mert egyébként szerintem, hogy bejutnak, akkor az a pisztoly lőszer, az megy a levesbe, bocsánat. Ezt meg megeszem, ezt meg elrakjuk, az, ezt is elrakjuk, mert ilyen van nálam, és ezt is elrakjuk. Ugye megnézzük az értelmesebbjét, elvisszük, pisztoly lőszer itt van, hát figyeljetek, ne haragudjatok, nem fogom fölvinni most már azt, hanem olyat, opa, olyat rakok el, amelyik amúgy is kell nálunk, vagy van nálunk. Tehát nem foglal plusz slotot, úgyhogy ezek maradnak itt a rákba. És akkor meg kell néznünk, hogy ide nem tudunk berakni valamit. De, szuper, a kettő robotot azt nem akartam elhozni, de mondjuk azt hiszem, hogy viszünk robotot, és lehet, hogy berendezünk. Állj meg! Nem érünk rá itt a veled, izéd tökörészi hover. Jó, ott 150, a két robot akkor nem tudom hol van, lehet, hogy itt ide lehoztam mindent. Aha, és nem férünk el, itt van 250, vannak amik nem férnek el, na, itt vannak a bajok, gyerekek. Gyorsan, mi az, ami nekünk nem nagyon lenne fontos? Ez a kávét, ezt lehet, hogy itt hagyom, a pénz, várjál, nem, nincsen valakiné olyan, ami ugyanaz lenne? Ide se fér. Na, ez a gond. Meg ugye itt volt üzemanyag is pluszba. Nem fér el semmi. Steel tool parts. Bassza, mi a francot hagyjak itt? Na, most ezt a meg vagyok lőve. Ej, itt a clay. Ez megmaradt. Az nem kell.
És nézzük itt mi van. Jó, az a fa az itt maradhat. Ez a kulcs. Nem jó, nem szoktam szétszedni semmit. Figyelj, ezeket külön slotra rakja. Az, akkor ez marad a rohadt életbe itt. A fa az jöjjön. Acél, benzin, minden is van. Oké, mehetünk is gyerekek, ennyi volt. Minden nálunk van, ugye? Csapjuk neki. Van gyorsan. Annyi, hogy meg kéne jelölnem azért az útvonalat. Trader Joel, ugye? Ide megyünk. Trader Joel. Jó, és költözés lesz, és bázisépítés. Amint odaérünk, ahol ugye van egy ilyen bázis kezdeményünk, ott kezdünk el építkezni nagyjából, de egy kicsit odébb, hogy ne ahhoz építkezzünk, mivel elég nagy bázis lesz, viszonylag. Legyen neki tér is. Meg ugye, hogyha zombi horda jön, akkor is tudjam normálisan kezelni. Átlátható legyen az egész. Izélnünk nem kell, bányásznunk nem kell, fát vágnunk nem kell. Az szerintem tök nagy előny, hogy megvannak az építő anyagok. Viszont nagy hülyeséget csináltam, hogy az összes izéből, az összes kőből cobblestone-t csináltam. És nem csináltam betont, mert ennyi erővel akkor égethette volna ki betont is, de annyi eszem úgy sajnos nem volt, úgyhogy majd kell még bányászni, hát azt majd izébe fogjuk csinálni. Gameplaybe. Esetleg arra is gondoltam, hogy lehet egy ilyen nagyon-nagyon durva biztonsági helyiség lent a föld alatt, valahogy lehessen lejutni, egy nem tudom, egy ugrással vagy valahogy egy lyukba, és akkor mit tudom, azt le lehessen zárni, és legyen egy ilyen acél három fal vastag biztonsági helyiség, hogyha nagyon-nagyon elszabadul a pokol, abba túl tudjunk élni. Vagy pedig egy kiutó ilyen útvonal, vagy pedig a városokba és a város részekbe lehet alagútrendszer is. Mivel azért szeretek ásni, csak most gyakorlatilag random helyekről alapanyaggyűjtés volt, akkor azt lehet, hogy nem lett volna olyan izgalmas. Most gondolkozzunk gyerekek, hogy elhoztam a mindent, mert ha nem, akkor nagyon rá fogunk cseszni. Az a baj, most egy kicsit elkapkodtam, minél hamarabb oda akarok érni. Hát már 5 óra van, és ugye jó lenne beleférnie ebbe a részbe a full bázis építésnek. Tök így benne van a fejemben minden, de olyan durván, hogy szinte minden egyes blokk hogy fog egymásra kerülni, még az is, srácok. Úgyhogy valószínűleg, hogy egész jól fog ez működni. De reméljük, hogy igen, jól fog működni egyébként. Ja. Tényleg így kiosztottam, így lerajzolgattam a munkahelyen, hogy körülbelül hány blokk legyen így, hány blokk legyen úgy, mennyit tudok átidalni így, mennyit tudok úgy, hogy lehetne esetleg úgy egy kicsit megmerevíteni az egészet, hogy ne csúfítsa el az egész bázist. Leginkább szerintem, hogyha ilyen külső szemlélőként, ez idézőjesen szemlélni az ember, akkor úgy fog kinézni az egész, mint egy ilyen szárazföldi fúrótorony, ami ugye a vízon szokott ilyen, tudjátok, vannak ezek a tengeri fúrótornyok. Valami olyasmibe gondolkoztam, de majd meg fogjátok látni, nem akarom lelőni az poén, nem akarom szétszpoilerezni így, hanem igazából amikor építkezünk, akkor fog ez akkor fogjátok meglátni. A lejutás, feljutás tök máshogy lesz, nem lesz lépcsőház, hanem máshogy lesz, és mégis úgy, hogy föl tudjanak jönni a zombik, de nem is létrával, tehát azzal ugye nem tudod, például a különböző négy lábú állatok az nem tudnak följönni, szóval azzal se tudjuk megoldani, de kitaláltam egy másik megoldást, ahogy meg fogjuk tudni csinálni. Gondolkodj el, Keeper. Igen. Meg ráadásul megpróbálnék egy ilyen zárt teret is létrehozni rajt. Most már erre fogunk tudni építkezni, mivel ez egy jóval stabilabb konstrukció lesz. Nem egy ilyen, mint ami volt, hogy egész végig azon kell görcsölni, hogy mikor fog leszakadni. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen jó, stabil bázis lesz. Meg hogyha esetleg valamilyen szinten robbanik is, meg lesznek rajt lyukak, meg kapni fogja az ivet keményen, akkor se fog elbukni, mivel több lábon fog állni, hogy mondjam. Hát szó szerint is több lábon fog állni, de úgy is több lábon fog állni, hogy nem fog összerodni, ha találatot kap. Hogy szokták nevezni a repülőgépeken, amikor több rendszer van ugyanarra a feladatra, és hogyha az egyik az tönkre megy, akkor tudjál... Jaj, bo! Hát ezt megúsztuk, öcsém.
Jaj, nem, már megint ez. Hogy nevezik azt a rendszert? Amikor a repülőgépeken ugyanarra feladatra több ugyanolyan rendszert is csinálnak, mondjuk kormányzásra, vagy pedig bármire. Hogyha az egyik tönkre megy, akkor legyen egy másik. Hogy nevezik az bazen? Nem szekunder. Most ezen fogok gondolkodni egész végig. Úristen, nem jut eszembe az a szó. Tök idegesítő voltatok, így gondolom. Fú, bazze. Pedig itt van a nyelvemen. Nem jut eszembe az a szó. Rott életbe! Most majd telefonomban nézzem meg, milyen rendszer. Repülőgépeken. Rendszer. Hogy üssem ezt be Google-be, bazze. Ami jut eszembe az a szó. Na, szerintem lehet, hogy az úton kéne arra menni, mert megint bele fogunk menni a szakadékba. Úgyhogy itt erre fölmegyek erre az útra, aztán úgy látom, hogy arra kanyarodik. Mert hogy ne ilyen nagy szakadékokon keresztül akarjak menni. Ma ennek a rész végéig eszembe kell, hogy jusson, és nem fogok rá googlizni. Van valami D betűs? Valami D betű az van benne. Tuti. Lehet, hogy írjátok kommentbe. Valami D betű van benne, basszus, itt van a nyelven. Milyen rendszer az? Valami D... Hú, basszus, nagyon itt van a nyelven. Ez tök idegesítő lehet kívülállóként, de még idegesítőbb, amikor egyszerűen nem jössz rá. Na, én rákeresek Google-ba, bazza, mert ez akkor ezzel fog elvenni a rész. Repülő. Jaj, tudom, és nem kerestem rá. Redundáns. Nem, elkezdtem beütni, hogy repülő, és Google-be így a telefonomat, már eszembe is jutott. Redundancia, redundáns rendszernek hívják azt, amikor több ugyanarra a feladatra hivatott rendszer van, egy például repülőgépen belül, vagy akár akármiben is lehet, ez lehet egy tankban vagy bármiben, ami azon a cél szolgálja, hogy ha az egyik véletlen kiesik, valami oknál fogva elromlik, vagy pedig kilövik, ugye harci repülőgépeknél, akkor legyen még egy rendszer. Például ez gyakran szokott irányítás lenni, hogy többször megismétlik ugyanazt a mondjuk úgy bekötést, vagy akár hidraulikus rendszert, és hogyha az egyik mondjuk elszáll, akkor van még egy belőle. És emiatt kell redundáns rendszernek lenni, egy zombi bázison is. Például most képzeljétek el, hogyha mondjuk ez a zombi várónk tönkre megy. De ha van egy redundanciája, tehát van még egy darab, amit gyakorlatilag meg tudsz nyitni, akkor hogy nem csinálsz semmit, csak átmész oda, és akkor tudod folytatni ugyanott azt a munkásságot, amit elkezdtél, tehát ugye a hordának a funkciója az gyakorlatilag lehet ez duplázva, a hordaváró funkciója lehet duplázva, vagy triplázva is, és így gyakorlatilag be tudod biztosítani magad, hogy ne, hogyha elszarja meg át a rendszer, akkor is legyen egy második. Szerintem ez tök jó. És most ebben a sorozatban nem nagyon van létjogosultsága ennek, mert igazából nem történhet olyan nagy probléma, mert ha meghalunk, akkor se érdekel. De én akkor is akarok egy olyan sorozatot, amelyik ilyen nagyon keményen, keretek között közé lesz szorítva, hardcore lesz. Tehát ha meghalok, akkor vége a sorozatnak, szóval nagyon nagy tétje lesz. Minden egyes rész 60 perc lesz, pontosan 60 perc. És ráadásul, gyerekek, ez a látótávolságunk. Ráadásul, valami olyat mindenképp bele akarok vinni, hogy mindig futnak a zombik, nappal is. És vagy minden nap, vagy minden második nap zombi horda legyen. Gyerekek, konkrétan semmit nem látok be ezzel.
Szerintem az egy ilyen tök jó sorozat lenne, annak lenne tétje, azt jóval megfontoltabban kellene csinálni, és ez a sorozat annak az előfutáraként szerintem tökéletesen jó célt szolgálna, mivel itt megtanulunk olyan mechanikákat, amikre szükség lesz abban a sorozatban. Értitek? Hogy ez, szerintem ez itt tök összetett lesz. Ja, egyébként írtátok, hogy az is egy jó komment volt, hogy érdemes vadászni, hogyha látok zombi medvéd, vagy zombi kutyát, vagy mi ez, nem kutya, hanem farkas, azt a farkasja farkast, azokat érdemes lenne farmolnom, nyugodtan öljem meg, mert azok 100%-osan dobják a lootot, azt a pirosákat, vagy narancssárgát. És az egy jó cucc van, szokott benne lenni. Úgyhogy köszi szépen az infót, ez tök jó. Ajá. Egy full tank benzint ki lehet itt motorozni, amire ide elérsz. Ez olyan baba. Várj, hol vagyok egyáltalán? A rosszabb nem ette meg, hogy pont egyébként szakadni kell az esőnek, akkor, amikor megpróbálsz eljutni bazzel valahova. Egy olyan helyen, ahol tök az lenne a lényeg, hogy lássál el valameddig, de full nem látsz, nem megyek ide be, mert jó. Kutya bazzel, motorról majdnem lekapott öcsém. Ó, és ezek minden szürke. Minden szürke, és borzalom. Remélem nem sokat fog esni az eső. Mert ez így egyébként rohadt nyomasztó. Nyomasztó ez a hely, de itt van a legjobb loot. Na nézzük meg a loot stage-et, várjál már. Azt nagyon akarta nézni a Keeper. Ja, hát ez két... Ibaz. 202-es loot stage-ünk van itt, gyerekek. 202-es. Ugye raktunk a Lucky Looterre egyet. Jaj, de jó kis ütött, szuper. 900 méter is. Kapásból el fogunk kezdeni építkezni, mint az állat. Tényleg nem se Isten, se ember nem nézünk. A nerd setet azt lehet, hogy érdemes lett volna elhozni, mert ugye több XP-t kaptam volna. A miner setet meg azért nem hoztam, mert igazából fölösleges lett volna, mert nem minerkedünk, hál' Isten. Egyébként azon gondolkoztam, hogy hogy a francba van nekem olyan rengeteg szenem, és rájöttem, hogy honnan van ilyen több ezer szenem, mert ugye az ilyen kiégett fegyőkből nem csak fajó, hanem szén is. Úgyhogy itt megint lesz belőle bőven. Hogyha fára van szükségünk, kiütjük ezeket, aztán bár is gyűn a szén. Na, majd már érjünk haza. Vagyis, ja, haza. Milyen durva, hogy ez lesz az otthonunk. Ferike haverom az nem nagyon örült neki, hogy ide költözök. Mondta, hogy egy rémálom. Folyamatosan jönnek meg minden. Aztán utána megmondja, hogy költözzek már le a izébe. Költözzek már le a valamelyik háznak a pincéjébe. Hát mondom, az nem jó, mert akkor tényleg folyamatosan jönnek, mert ugye jó, föl kell vernem ezeket a... Mondjuk itt meg nem kéne fölverni. Hát, hogy addig el kéne jönni, hogy ne kelljen fölverni azokat a dolgokat. Na, akkor valami megvalósítási legyen, gyerekek. És azon gondolkozok, hogy ez hogy legyen. Valahova ide az útra kéne. Jé, azért itt ez tök jó ez a hely, nem? Itt aztán biztos nem lesz nyugtunk be azért. Itt aztán jön az XP. Nyugodjál meg, kutyek. Na, akkor mit kellene csinálni, gyerekek? Itt kellene elkezdenünk építkezni. Csak az lesz ezzel a probléma. Vár, nem annyira lesz probléma, hogy ezekre... De, tudsz építkezni, de érdekes, hogy valamire nem enged. Ezekre a nagy nyilakra nem enged. De, most meg miért enged? Ja, nem enged. Valamikre nem enged, mert az ilyen konkrétan ilyen blokknak számít. Jó, nem baj. Valamit ha mindjárt alkotunk. Nekiállunk építkezni. Minél jobban, vagy minél gyorsabban próbáljuk meg ezt így megoldani. A szélesség azzal lesz majd problémám. Először is, gyerekek, szükségünk van egyfajta blokkra. Én már kigondoltam egyébként, hogy milyen blokkra van szükségünk, de az én el is mentettem. Akkor miért nincsen itt a favoritok? Ja, itt vannak a favoritok. De nincsenek itt a favoritok. Várjál. Igen, itt van. Ezt elmentettem. Egy ilyen blokkra lenne szükségem, és arra gondoltam, hogy csiga lépcső lesz. És
mondjuk onnan fognak megindulni. Hát körülbelül ide leépítkezők gyerekek. Csiga lépcsőben gondolkoztam. A csiga lépcső az négy blokkot foglal, semmi extra. Tök jó tudsz vele haladni, mert ugye így egymásnak tudod rakosgatni. De az lesz a probléma, hogy talán nem fog összeborulni, reméljük. Annyi, hogy mindig egyet kell fordítanod. Tök egyszerű. Semmi extra, látod? És akkor mégis látni, hogy a zombi bombi az éppen gyűne fölfele, vagy nem egy gyűne fölfele. Nem tudom egyébként, remélem, hogy ez... Ó, ja, hogy ezt nem tudod, bazza. Mert összedől a kecipe. De akkor ezzel mit tudsz csinálni? Most már kapásból izai van, probléma van. Azt a bőtjárát, ez nem működik? De ez miért nem működik, bazze? Ki kell kötni valamihez. Na várj, akkor újra tábla. De egyébként ezzel nincs semmi gond, hogy újra tábla, mert... Nem, nincs baj, gyerekek, nincs baj. Mindenképpen kell négy láb. A négy láb... Fú, gyerekek, jó, egy kicsit újra tervezés van. Jó. A szélességét adni fogja... Ugye, ez az út. Ó, gyerekek, ja, újra kell tervezem a dolgokat. Megpróbálom gyorsan. A fejemben megvan minden, csak hát ugye számolnom kell, mert tudjátok, hogy szimmetriamániás vagyok, úgyhogy bocsérte. Kell négy mindenképp láb. Mennyi a közt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12 pont jó, mert nekem pont párosnak kell lennie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tehát akkor utána jön egy, ugye? Oké. És akkor itt meg már adott. Itt lesz a bázis, négy darab lábon fog állni. Egyelőre, látjátok, hogy kétszer kettes oszlopokkal fogunk dolgozni. Középen lesz ugye a csiga lépcső. Viszont, jó, ezt meg kellene építenünk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nem fogok tudni lemenni be ezzel. Azt hittem, hogy az alacsonyabb. De mi? Hány blokk távolságból érzékelnek a zombik? Szerintem nem kell bazznek ahhoz izé, nem kell ahhoz 30 blokk gyerekek. Hát igazából ki tudnánk próbálni, nem? Hány blokk távolság kell? Szerintem 20-nál nem lehet több. Tehát rohadt sok baza 30 blokk, nem? Gyerekek, mit gondoltok erről? Nem tudom. Leugrunk? Leugrunk. Jó van, aztán mi van akkor, hogyha leugrunk? Na, akkor kellene... Jó. Jó, csinálunk egy segédtornyot, és akkor addig fogunk felhúzni. Egy, kettő, ez kettő? Kettő. Kettő. Várjál, ezt a drónt, ezt te kéne cipelnem onnan. És megmondani neki, hogy álljon meg. Oké. Okay. Ez így nekünk nagyon nem lesz jó. Csinálunk egy segédtornyot. Az azt jelenti, hogy... Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hát bazze, nehogy már ez izé ilyen messziről érzékelnének. Akkor legyen 25. 1, 2, 3, 4, 5. Szerintem bazze, ennél több nem lehet, hallod? Hát akkor megőrülök, hogyha ennél több. És akkor ugye segédtoronyként itt fogunk egyelőre járkálni föl-le. Bazza, mit csináljunk, hogy ne, mennyire törik ki a lábunk? Valahogy nem, nincs kedve bizonyolni. Megmondom olyan szintén. Nincs kedvem létrázni. Ez egy egész jó ötlet volt, nem? Jó, ez a magasságunk, ugye? Itt tudunk a magas... De akkor nem is kell a segédtorony, ez tök jó ez a megoldás, hogy így blokkot raksz le az oldalába. Jó, de viszont ez a segédtorony az jó, mert így igazából kiszámoltuk, hogy mennyi. Hát bocsánat gyerekek, de ez tudjátok, hogy nem a legegyszerűbb.
Most addig föl kellene építkeznünk, ameddig. És ugye, oké, először megcsináljuk ilyenből. Mert hogy az upgrade-elését, mondjuk az upgrade-elése nem egy olyan nagy feladat. Az upgrade-elését megcsináljam gameplayen kívül. Azt majd írjátok meg, talán itt most itt vagytok elég sokan. Aztán tudtok hozzászólni. Nyugodtan írjátok azt, hogyha gondoljátok, akkor én megcsinálom majd gameplayen kívül. A struktúrát úgyis ki tudjuk próbálni, bár azt lehet, hogy fel kell upgrade-elnem ahhoz, hogy megcsináljam maxira. Lehet, hogy szét fog hullani. Jó, akkor mennyi magasságon vagyunk? 25-ön. Megpróbáljuk esetleg, majd itt járkának lenni zombik, úgyis fölülre is építkezni fogunk. Hogyha nagyon, nagyon cumi van, de szerintem 25 blokk az már bőven elég bazza. Gondolom attól is függ ugye, hogy mennyire vagyunk zajosak, meg ilyesmi. Mármint úgy értem, hogy... Van olyan stat gyakorlatilag, hogy mennyire vagy zajos. Ami ugye módosíthat, amilyen statot módosíthatnak a ruciid. Én arra gondoltam először, hogy csinálunk oda egy létrát, de teljesen fölösleges. Itt a magasság. Mondjuk a magasságot azt meg tudjuk úgyis nézni, hogy ránézzünk ugye a statjainkre, mert mutatja, vagyis a térképen. Na nézzük egy magasságot, egyszerűbb így. 60 méteren vagyunk pont. Pont 60 méteren vagyunk, meg akkor ha leérünk, akkor is meg tudjuk nézni. Elvileg 35, ja, 25 méter magas. Szerintem ez bőven elég is. Reméljük, hogy elég lesz. Oké, akkor meg kéne csinálni fölmenni 60-ig itt is. Jó, hát akkor nem kell tökölnünk, mert akkor tudjuk nézni. Alapanyag az köl bőven. Bocs, aki nem szereti az építkezést, az nem tudom, az... Mondanám azt, hogy hagyja ki, de nyugodtan hagyja ki, nyilván. De egyébként én imádok építkezni, imádok kitalálni dolgokat, hogy hogy legyenek megvalósítva. Na, igazából hasonló lesz, ugye? Nem ekkora alapterületű lesz, mint ez, de az ekkora alapterület bőven elég is. Ja, egy ekkora alapterületű lesz akkor, mert azon gondolkoztam, hogy nem kell ekkora alap, vagy ennél nagyobb legyen, hogy oldalra is lógassuk, de fölösleges. Lesznek pillérek befele, ugye tudjátok azok az oldalirányú pillérek, azok szerintem tök jó hasznosak voltak, tudjátok, így, mint az előző bázisomon. Középen egy csiga lépcsőt terveztem, de úgy látom, hogy ez valahogy nem akar jó lenni, majd meg fogjuk nézni, hogy miért nem. És a csiga lépcső négy oldalára szeretnék oszlopokat, félméteres oszlopokat, amik nem zavarják a kilátást, de viszont középen is merevítik az egész struktúrát. Ugye? Nem tud leszakadni a közepre. Nyilván. Ugye ez lesz a lényeg. 57 méter, konkrétan 3. Ez tök jó, az a magasság. Ez még Nigruska írta egyébként. Meg is vagyunk. 59, még egy. 60 méter, pontosan ugyanolyan magasan vagyunk. És akkor lejutást megcsináljuk ugyanígy, szerintem ez tök egy poénos megoldás. Ez kurva jó. Ez bírom, ezt nem tudom, biztos használja több ember is, nem én találtam fel a spanyol, mi az, de rohadt jó. Na gyerekek, ez egy elég babicka izé lesz, hely lesz, nem? Remélem, hogy az arányokat jól megnéztük, lehet, hogy ráellenőrzöm pillanat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12-ben feléig, az útnak a feléig volt. És ez tök jó, mert így aszfalton áll. Az is szerintem egy jó dolog lesz. Hogy ugye nem csak sima földön áll, hanem legalább aszfalton. Megnyugtatóbb az egész. Van még fánk, azt hiszem, a motorba, vagy valahol. Úgyhogy tudunk még craftolni blokkot is kell, és úgyhogy neki is állok craftolni. Azt hiszem, hogy van még egy 6000-es pakkunk is. Csináljuk bőven. Mert szükség lesz rá. És itt már úgy fogjuk megoldani, hogy egy lakótorony legyen. Tehát legyenek helyiségek benne, akár legyen egy hálószoba.
szeretnék egy ilyen otthonos helyet. Ugye rettenetesen nyomasztó ez a hely, ez a Wasteland, ez talán a legnyomasztóbb, bár itt rohadt nyomasztó ez a hely. És arra gondoltam, hogy ez valamilyen szinten otthonossá kellene tenni. Azért azt nem akarom megfogadni, amit mondott Norvég, írt, hogy cseréljem ki a talajt, meg épít, mit tudom én, fákat ültessek, meg minden. Szóval nem lesz azért, nem fogok bajomot átalakítani. Viszont akkor legalább legyen egy kellemes hely. Ha kimegyünk innen, akkor, vagy ha ide bejövök, jobban mondva, akkor legyen egy olyan érzésem, hogy jaj, de jó, hazaértem. És nem, ne ilyen nyomasztó legyen az egész. Egyébként nem lehet itt azért valami ezzel élő dolgot csinálni, mert ez az ambient, ez tök szar itt ezen a helyen, mindig ilyen horrorisztikus ambient ment, ilyen zene, háttérzene, vagy háttérhangok, és az tök jó lenne kicserélni. Na, 58, még 2. Na, fasz a gyerekek. Jaj, de jó lesz! Jaj, de jó lesz! Remélem, nem olyan túl nagy távolságban vannak a dolgok. Hát ez a legyújtás, ez... szivaldom. Na, jöhet a következő torony. Ja, 4 darab ilyen tornyon áll, meg középen lesz konkrétan 4 darab oszlop. Most szerintem nincsenek zombik, mi a franc? Néha tök durva. Amikor izéltem is, csináltam ezt a anyaggyűjtést, akkor is ugye konkrétan egy darab zombi nem jött. Lehet, hogy ez összefügg, mert ezelőtt is azt vettük észre, hogy a horda napon ugye nem is jött zombi akkor, amikor ugye felvételben voltunk. Próbálom gyorsan csinálni, mert tudom, hogy rohadt hosszú lesz ez a videó. De... jó, ide jó lesz. Azt meg elbontjuk a francba ide. És akkor itt leszünk közvetlenül ugye a trader mellett. T6-os küldetéseket tudjuk csinálni agyba főbe. A legjobb cuccokért ugye. Rengeteg lootért. Meg rengeteg XP-ért, rengeteg pénzért. Iszonyat sok pénzünk van, nem is tudom, valami 40 ezer, vagy nem is tudom mennyi goldunk van. Ami, vagy nem goldunk, hanem ilyen bucket, vagy minek nevezik itt. Vagy coin, vagy token? Tokennek nevezik itt. Ja. Reméljük nem fog összedőlni, szerintem egyébként nem fog összedőlni. Fel kéne egy upgrade-elni Cobblestore-ra, legalább az oszlopokat. Hát nem csak az oszlopokat, hanem mindent fel kell. Ja, hát bocs srácok, de valószínű, hogy ez jó hosszú videó lesz, de talán annyira nem probléma. Ilyenkor bele kellene gyorsítani az időbe, de viszont rovatul szeretek pofázni, aztán akkor elvenném magamtól azt a csodálatos élevényt. Na, oké, gyerekek, akkor... akkor amit kellene csinálni, megvan a 4 darab oszlop, a többi strukturális elemet is meg kellene oldanom. Azok meg, jó, de mindig megjelenek, azt hiszem, hogy olyan sárga, nem tudom, zombi van ott. Ugye a közepét azt látom, figyeljetek, ki kéne jelölni a közepét, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugye 1, 2, 3, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, akkor középső 4, az meg legyen jelölve, az lesz a helye, ugye, a csiga lépcsőnek. Viszont meg kéne csinálnom a 4 darab oszlopot. És abba gondolkodtam, hogy ilyen oszlop lesz. A 4 sarkán. 1, 2, de várjátok, ehhez nem fog csatlakozni szerintem a csiga lépcső, ugye? Ez egy elbaszott konstrukció. Mert ugye csak úgy csatlakozik szerintem a csiga lépcső, hogyha nem az oldalához van, vagy az oldalához van rangva, figyeljetek. Menj itt a csávó. Jó, semmi gond. Mindjárt megpróbáljuk ezt a csiga lépcsős projektet, mert azt hiszem, hogy várjátok, föl kéne húzni pár magasságig. És akkor megpróbálni is, hogy leomlik-e még egyszer. De szerintem lefog, mert ugye így nem csatlakozik hozzá. Konkrétan, hanem így nem ér hozzá, így nem fog segíteni a statikába neki. Úgy segítene statikailag, hogyha mellette lenne ugye blokk. Na mindjárt megpróbáljuk ezt a csigalépcsőtévát. Nekem már el van menve valahova, de hova? Hova, de hova? Úgy van. Jó.
Szerintem nem fog jó lenni. Biztos vagyok benne. Mert így nem csatlakozik ugye az oszlopokhoz. Pedig egyébként kurva jó. Nekem nagyon tetszene így. Ugye így látnád, hogy jönnek fel. Ez szerintem egy epik jó lenne, meg egy el érdekesebb konstrukció lenne. Igen, és ott már látod? Nincsen támasztása. Úgyhogy ez így nem fasza. Ugye megcsináljuk. Kitaláljam a keeper, nem gond. Annyi lesz, hogy akkor... De viszont szerintem, hogy ide is raknék oszlopot, meg ide, meg ide, meg ide, akkor működne. Mindjárt megnézzük. Jó, ki kell találnom, bocsi gyerekek, bocsi. Tehát, hogyha itt lennének oszlopok, között lenne, akkor az úgy működni fog. Oda is raktam, ahol. Egyébként azért jó ebből építkezni, mert különben cseszhetod az egészet, augerelheted szét a dolgokat. Csináltam gameplay-en kívül egyébként javító eszközöket, meg szerintem elhasználtam az összeset is. De még azt is, ami volt, úgyhogy azt kell majd készíteni. Na, nézzük. Én úgy gondolom, hogyha így nem is ér hozzá az oszlop, de viszont merevíti, mivel blokként mellette helyezkedik el. Úgyhogy megpróbál, nekiugrom még egyszer, megnézzük így. Ez mindenképp ez jó lenne. Tudom egyébként, hogy felupgrade-elném, akkor nagyobb tartó ered. Nem lesz jobb az, mert már megint ide, már megint nem. De jó lesz. De tök jó, hogy tudod építeni. Így bazom. Tudod építeni sorba. Látod? És már is nem omlik össze, mivel az oszlopok azok konkrétan tartják. Igaz, hogy nem érnek hozzá, de úgy érzékeli, mivel blokk. Ez borzalmasan jól néz ki. Na, valami ilyesmire gondolt a keeper, ez tök jó, mert átlátható is, viszont ugyanolyan tartása van. És ugye mivel a hordaváró az úgy fog működni, hogy itt lesz mondjuk, ugyanúgy, hogy fölérnek, akkor én innen látni fogom az egész lépcsőt, hogy hogy jönnek föl. Szóval ez szerintem tök jó lesz. Igen, viszont föl kellene akkor húzni az oszlopokat 6 méter magasra, ugye? Meg el kellene mennem még fire szerintem. Hol a fa? A motorba? Hol a fa főnök? Igen, a motorba. De lehet, hogy egyébként ez se lesz elég, de itt volt van fa. Szóval azért tudunk még. Csináljunk ebből még egy, szerintem egy 1000 darab kellene. Csak ugye az 2 slotot foglal, úgyhogy ki kéne pakolni valamit. Ide a ládákba dobok ki valamit, jó gyerekek? Bocs, hogy ez ilyen építkezős rész, de muszáj valamit okoznom. Nem tudom, ez pénz nem kell szerintem, meg ezek egy-két dolgot kirakok. Nagyon sokat nem kell, nem vagyunk túl terhelve, bár ugye. Igen, ez meg a struktúra lesz, az biztos. Tudom, hogy bonyolultabb, mint a másik, meg lehet, hogy azt mondjátok, hogy a francok építtek ilyen bázisokat, de nekem ez egy ilyen, nem tudom, kielégültség, hogy össze tudok rakni egy ilyet. Tudom, hogy mindenki össze tud, de mégis, hogy nem, értitek? Nem tudom. Aki játszik ezzel a játékkal, azt szerintem érti, hogy miért olyan rohadt jó, érdekes építeni ilyen szuper jó struktúrákat. Csak itt most meg már egyensúlyozhatok, hogy dehogy lehessek. A középsőre állok, akkor nincs probléma, bár nincs középső. Na, megyünk föl 60 méterig. És akkor konkrétan 4 darab oszlop tartja. Vagy nem 4 darab, hanem 8 darab oszlop tartja a közepét. Ami azért jó, mert átlátsz rajt. Tehát valamennyire szellős az egész. De, viszont... Olyan meressége, ugye ennek a blokknak is pontosan ugyanannyi, tehát a durability-je, mint a... Várjátok, valamit elcsesztem, a legutolsót nem rakom. Durability-je ugyanannyi, mint hogyha lenne kocka blokk lenne, szóval nem kell kocka blokkot építened, akkor is meg tudod oldani ezt az egész set. Jó, jó magas lesz. Csiga lépcsőn végig látod, milyen zombi jön. A rendőr zombit akár előre is ki tudod lőni, vagy pedig ugye ki tudod lőni a robbantós zombit, vagy föl tudsz készülni bármire, nem lesz vele probléma. Meg ugye kell tartás mindenképpen, hogy valami epic, komoly bázist föl tudjak húzni a tetejére. Mennyi vagyunk? 59-en, tehát igen. Vagy az meg lehet? Nem. 59, akkor ez a 6 faradék.
Csak már megint nem jól akarom. Ez a 60. Ugye? Ezen a szinten vagyunk. 60-as. Jó, valahogy le kéne jutnunk. Hát bazd meg, ezt így be tudom rakni mellé. Elvileg. Na bazd meg, etörtem a lábam. És kivettem egy oszlopot. Jó. Semmi gond. Egyébként van nálunk szerintem a robot drónomba is gipsz. Ja, hát ez mellé nem tudsz lerakni még egyet, úgyhogy jó rabasztam. Bocsánat a gyerekek, meg ki is vettem egyet. Ez hülyeség volt. Ja, ez bocsánat. Vagyis hát... Igen, kivettem egyet, de tök durva ugye, hogy a másik mellette lévő tartja az nem esett szét. Shit, srácok, jó. Jó, elbasztam, de még egyszer le kell majd valahogy jönnöm. Jó, valamit kitalálunk rá majd, jó? Annyira benne vagyok ebben, ilyenkor nem tudok leállni. Ebből, ugye, de tudsz mellé rakni, akkor miért nem tudtam? Béna voltam azért. Várjál, oda mindenképp rakunk egyet, meg rakunk ide egyet, azt majd leszedjük, arra ráugrok, jó? Ja, ilyenkor aztán nem tudom ám, hogy mit beszélek, de most halálkomoly, Ari, akkor fogalmam sincs, hogy mit beszélek, mert... Annyira rá vagyok koncentrálva. Na, oda majd... Milyen fasz történik? Oda majd ráugrunk, meg följebb is rakunk, és akkor így le tudunk jutni. Öcsém, ezt amire felupgrade-elem, arra lemegy a nap. Ezt komolyan. Ugye elvileg magasságban nem tud összeomlani a... Tehát tudsz akármiből építkezni, csak ugye oldal irányba lesznek vagy problémák. Ja, tudom, el van törve lábunk 18 percig, hát ennyi eszem volt. Na, így le tudunk majd jutni. Fúj a szél, itt fönn a förgeteg rendesen. Jaj, de jó, egy kis bázis építkés. El voltam szontyolodva, hogy új bázis kell építeni, de belegondolok. Most meg örülök neki, mert tök szeretem ezt építgetni. Imádok építkezni. Az ilyen, nem tudom, szerintem a Minecraftnak leginkább legnagyobb sikere. Ez. És itt meg ott is ki van hagyva egy. Na, ugye. Oda is rakok egyet, azt valahogy lepróbálok ugrálni majd. Ilyen, ez a szabad építkezés, meg a szabad világ, ez egy rohadt jó dolog tud lenni. Na, nézzük! Szerintem 60-on vagyok. 61-en, bazzel. Így van a 60? Az meg olyan? Várjál. Akkor az... Most mi van? 60-on vagyok. Az magasabb? Akkor az magasabb az. Most vagyok 60-on pedig. Akkor az magasabb be. Gyerekek, itt leesek. Jóó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 
Jó, hát remélem, hogy 60, de hát majd ki fog derülni amúgy is. Jó, ezt kitaláltuk, oké. Okay. Na nézzük, mi a szituáció. More! Jó! Meg a struktúra indulási! Nagyon kemény. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Jó ez a négy oszlop is, nem? Vagy ez a négy pár oszlop. És ugye mindenképpen úgyis erre fogunk nézni. Ott jönnek be a zombik. Fölmennek, csak itt ettől félek, nehogy az legyen, hogy ezt elkezdik ütni. Úgyhogy lehet, hogy ezt bevédjük majd valahogy az alját, mint egy rácsot húzunk oda. Hogy mindenképpen itt akarnak bejönni. Tehát oda, a legaljára húzunk majd valami falat. Érted? Hogy nehogy a lépcsőt szétütik, mert hogyha a lépcsőt szétütik, akkor ott a vége van az egész bulinak. Mivel tudjátok, hogy mi történik akkor, hát akkor az történik, hogy nem tudnak följönni és lebontják az egészet. De azt gondolom, ja, az lehet, hogy nem lenne nagy, nagy bizniszt. Látok, ezt valahogy úgy kéne építenem, hogy így mindig megyek följebb. És akkor így rakom a következőt, mindig egyet kell fordítani rajt. És akkor így. Na, most már van tartása.
már nem borul össze ez. Na, így megoldottuk a problémát, ugye? Mennyi van? 11 óra 34, hát mennyi nem mondtam videó körülbelül. Már majdnem másfél óra, már elmúlott egy óra, ugye? Lehet, hogy ez jó hosszú lesz. Megépítjük nagyjából. Aztán akkor az lesz. Úgyis tegnap nem volt, nem? Tegnap nem volt videó belőle, nem hát, mert én itt külön utakon jártam, videón kívül csináltam. És az a durva, hogy ugye ez két blokk magasám egy ilyen. Egy ilyen lépcső elem. Megfigyelitek, látod? Ez két blokk magas. Szóval ez egy ilyen dupla blokk, és ezért ilyen rohadt gyorsan föl is értünk. Mekkora durva, nem? Ez jó meg van csinálva. Dupla blokk magas. És ugye viszont az fontos nekem, hogy úgy kellene kiérnie, és pont jól ér ki, hogy vele mennyire felébb nézzen. Hát jobb lett volna egyébként, hogyha... van ilyen? Ezt visszaveszem. Aha, jobb lett volna, hogyha így ér ki. De ez hány blokk magasan vagyok most? 59. Szerintem az már nem osz, nem szor, az lehet, hogy akkor leszedünk egy blokkot. És akkor itt lesz a, ez lesz a magasságunk. Jó, gyerekek? Nem? Várj, nem jó. Na, ugye az lenne jó, hogyha így jönnének szembe föl. Hát nagyon gondolkozok most, várjál. Nem jó, mert ugye még egy lejjebb megyünk akkor. Ugye kell még egy izé, még egy sor is. Vagy pedig esetleg akkor megyünk még egyet följebb, aztán akkor megvan oldva, nem? Aztán akkor kész. Érted? Egy. Egy. És akkor így jön ki. Így bazza, jó, sokkal megyünk följebb akkor. Várj, mindjárt ránézek. Aha, ennyivel kéne följebb menni. Mennyivel mentünk följebb? Egy kör. Hát az 63, most 3-mal több, az szerintem annyira nem bészes. Jó, gyerekek. Bazze, ez 3 blokk, sokkal többnek tűnik. Na nézzük, akkor ezt följebb építem. Ez muszáj, mert különben itt rá fogunk cseszni, ugye. Nem tartja semmi a lépcsőnket. És akkor középről le tudunk kezdeni építkezni. Mert... Na várjatok, 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 várjatok. Ide már nem is kellene, ugye, hanem ide már nekünk kocka blokk kellene. Yeah. Nem mondod, hogy airdrop. Bedobta a város közepére. Vagy a városba, vagy nem tudom mi van ott. Na, mindjárt. Tök jó, még át is lehet látni ezen így. Ez egy ilyen átlet szó, majd a korlátok között. Oké, fú, bocsánat, nagyon el vagyok izélve, nagyon el vagyok gondolkodva, vagy anyátlanodva itt. Ugye ide már nekem így kell, hát ezt már így kell megoldanom. Ide már a blokk kell. Uh-huh. Ez konkrétan ide már, csak nem tudom, hogy itt a magasságunk az hogy van. Jól is van a magasságunk, tökéletes. És akkor ide már építhetem a kis platformomat. Össze ne boruljunk. Nagyszerű. Uh-huh, nem jó. De a védőállat kellett volna, csináld a videt. Googoljunk. Szuper, szuper, szuper! Na, így akkor ugye... Azt megnézem, hogyha ide rendes blokkot rakok, akkor föl tudok-e, le tudok-e menni? Le. Nem, nem. Ide nem blokkot kell raknom. Ide izét kell raknom, plate-et. Mert különben nagyon nem lesz jó. De nekem az volt Airman-ben, miért nincsen? Meg úgy emlékeztem, hogy volt. De itt a plate, jó. Csak át kell forgatnom. El az. És akkor így le tudok menni. Tökéletes, csak erről ezt vigyázni kell ezzel a mozgólépcsővel, hogyha lefele mész, ezt simán le tudsz kalimpálni róla. Levegyünk azt, megnézzük, hogy kb. Magasságok, meg minden, meg úgy hogy néz ki. Erről le tudsz kalimpálni konkrétan, hogy mész. Nem. Mindig úgy érzed, hogy le akar esni, de nem. Hoppá, izé van, random zombi horda. Ez tök jó lenne, hogy szétverdék nekem, mi? Jó, akkor a középső struktúr, az megvan.
Bazza, nem mondod, hogy nem jó helyre építettem. Ne! Ne! Nem jó helyre építette be az ezt a rohadt lépcsőt. Pedig olyan jó volt. Ó, a Sanyi, az anyád úristene. Nem jó helyre építette a keeper a lépcsőt. Ti észrevettétek? Nem, bazza, én nem vettem észre, én hülye. Nem jó helyen kezdtem. Nem baj, gyorsan megvan. De viszont mi nem ezen fogunk közlekedni, azt hozzáteszem. Jímore. Szóvatosan kell szétszedni, be baj lesz. Várj, fökére ugrani a tetejére, így. Ó, bocs, bocs gyerekek. Azért mondom, még jó, hogy megnéztem. Hát bazze, egy blokkal odébb van ragva. És csúnyán nézett volna ki, meg kell hagyni, nem? Látjátok, hogy hogy néz ki, hülye voltam nagyon. Ugye, de várja, négy blokknak nem lehet közepe. Hogy mi van? Ez valamit elcseszek, mi? De lehet közepe, mert négyszer négyes egy ilyen? Négyszer négyes, ugye? Ilyen hülyét minden. Hol vagy? Most hol volt? Most miért nincsen? Az a lényeg, hogy a közepe... És miért ilyen baszott hülyén csinálja? Miért ilyen hülyén? Ja, mert nem... Ja, persze, tudom miért. Várjál, baj van. Azért, mert most meg nagy szobom forgatva teljesen. Így jó. És ide kell a közepének lenni. Az apát faszaba az... Jaj, ne, most ezt az autóforgatást bekapcsoltam. És akkor... Jaj, ne. Nem hiszem el, bazza. Jó, így jó. Na, itt kezdődnek a bajok. Így jó, ugye? Na várja, megpróbáljuk. Pillanat. Bocsánat egyébként tényleg, hogy elbasztam. Biztos rohadt idegesítő, ahogy is tökölős az az építkezés. Na itt most a közepén lesz? Na, meg kellett volna nézni még időbe, ugye? Aha, most a középen lesz. Tök jó. Azért mondom, mi a lejövök, aztán hülyén néz ki. Olyan, mint én. Jó, egyébként ez tényleg dupla blokkonként megy, szóval rohadt gyorsan építed, meg tekelsz rajta egyet. Ezt odarakod. Ha faszba van. Aha. Nem lesz egyszerű. Menjünk jó magasra. De viszont legalább 30 plusz magasan vagyunk, biztos nem fognak észlelni minket, ugye? Mondjátok, hogy nem. Vagyis 30 plusz magasan leszünk. Mit gondoltok, ez jobb lesz ez a bázis? A koncepció az hasonló, viszont az olyan hibákat, amik nekem tök nagy hibák voltak, azokat mindenképp javítom. Ugye az egyik hatalmas hiba volt számomra, amivel nem voltam kiegyezve, hogy nem látom a zombikat, ahogy jöttek föl, és nem látom, hogy mit csinálnak. És ez tök idegesítő volt. Meg a másik nagy hiba volt egyébként az, hogy túl nagy volt a bázis. Vagy túl magas, emiatt se láttam le az aljára. Meg fölöslegesebb magas volt, ugye? Máshol lesz a kijárat nyilván. Viszont a fordítás az pont jó fog lenni, ugyanúgy. Jó, akkor kell nekem egy ilyen blokk, egy ilyen forgatás, és azt kivenni, és akkor kopizni azt a blokkot és egy ilyet.
Na, így van. Barátibb. Jó, akkor ugye itt jönnek föl. Szuper. Ide még nem, ide már nem tudok szerintem semmilyen blokkot, mert elakad a fejük. Oké. Semmi gond, gyerekek, jók vagyunk. Szerintem egy kicsit kijebb nyugodtan építkezhetek még. És akkor majd annyit kellene, hogy upgrade-elni kellene dolgokat, hogy tudjak tovább folytatólagosan csinálni dolgokat. Az a jó, hogy az upgrade-elésem nagyon egyszerű lesz, mivel van nekem szögbelövőm, ugye. Egy kicsit azért így kijebb jövünk, hogy valami legyen azért. Úgy lássuk át is az egészet. Levegyünk, és akkor felupgrade-eljük. Mindenképp az oszlopokat kéne felupgrade-elnünk, mert azok fognak még tartó szerepet ellátni, ugye? És addig nem nagyon kellene ezt megoldani, ezt a tartó szerepet, amíg nincsenek felhúzva. Úgyhogy azt mindjárt felhúzzuk. Jó, gyerekek, ez itt szerintem egyelőre marad. De akkor látjuk itt legalább a magasságot. Itt mindenképp ki lesz szedve majd blokk, csak egyelőre megcsinálom olyanra, hogy egybe legyen az egész. Szuper, menjünk le a francba. Itt tényleg nem a fasz nem lehet leesni be azzal. Jó, hogy vissza tudtam jönni, de kipróbálom, tényleg, de tényleg leesik. Mert ugye, hogy mész le, ugye a korláton simán átlép. Úgyhogy ez egy kicsit kellemetlen. Na, így már barátibb. Ugye? Mekkora király. Kurva jó, szerintem nagyon jó egyébként. Ezt meg szerintem simán lebonthatom egy félig. Akármikor szerintem éjszaka is túlélünk bármit, szóval nem kell attól félnünk, hogy nem. Na, akkor gyerekek. Neki kéne ugrani. Kicsit légiesebb, de mégis sokkal masszívabb, ugye az egész. Akkor upgrade-elés lesz. Azt meg. Ugye. Megragadásul kellene mag alánk építkezni. Talán nem fogják kiverni alólunk. Ja, ezért tök jó gyorsan lehet upgrade-elni ugye, emiatt, mivel van ez a valamink. És tényleg nem tudom, basszus, nem tudom eldönteni, hogy milyen hosszú rész legyen. Hogy abban hagyjuk majd, azt folytatjuk, vagy pedig csináljuk végig az építkezést, bár teljesen végig úgy sem fogjuk tudni. Úgyhogy mindenképpen 10 órakor lehet, hogy abba hagyom. Vagy maximum 2,5 órás lesz a rész. Hát ha gondoljátok, úgyis át tudjátok pörgetni ezt az építkezős részt. Ez egy kicsit brutálisabb lesz, kicsit megastruktúrálisabb lesz az egész. Figyeljetek, ha már fölhúztam ezt, nem, az nem is itt fog. Ez mi volt? Jaj, ne! Gyerekek, kiütik alul ezt a szart. Nem fogok körülni. Ha az oszlopok megvannak, akkor utána fel tudjuk építeni az egész felső részt, oda bár tudunk fönt tevékenykedni, szóval nem lesz ez olyan veszélyes. Csak semmiképpen ne csináljunk olyat, hogy nehogy véletlen felupgrade-eljek olyat, amelyik nem biztos, hogy ott van, mert akkor utána verhetem szét a picsába. És nincsen nálunk még a mining set se, hogy valamennyi segítséget nyújtson staminába vagy akár block damage-be. Jó, akkor ez így egyelőre legyen ekkora. És akkor ne kéne húznunk. Állványzatot kell mindig csinálni, lol. Jó. Egyik az majdnem megvan. És ha már egyszer, most ugye ezt fogom upgrade-elni, valahogy így kéne állnom. És akkor meg tudnám csinálni már a felső részét. Mármint meg tudnám csinálni a pilléreknek az oldaltámaszát, vagy pedig a tetőnek az oldaltámaszát, értitek? Úgyhogy ezt lehet, hogy meg is csináljuk az egyik pillérnél.
Fel is tudjuk upgrade-elni. Akkor nem kell kétszer fölmászkálni, nem gyerekek? Úgyhogy akkor izolja, ez nem csak upgrade-elés lesz. Hanem kétszer csináljuk a pilléreket. Új, mekkora ötleteim vannak, hogy jól nézzen ki. Vigye, meg fogjátok látni. Masszunk fel jó magasra, jó? Nem kell volna eltörnöm a lábam. De legalább nem döglöttünk még meg, gyerekek. Egyébként szerintem túlélném az ugrást ilyen magasról. Itt lehet, hogy fogom alkalmazni ezt a bála dolgot. Mert ha nem törik el a lábam, akkor lehet, hogy leugrálok majd. Itt van egy villanyoszlop, lol. Szóval mi a sok vagyunk? Hát semmi gond, gyerekek, van itt nálunk minden is, bazza. Meg akkor együnk egy ilyen kaját is. Közben meggyógyul a lábunk lassan. Na és akkor megcsináljuk a izét, megcsináljuk az oldaltámaszt. Viszont ahhoz, hogy megcsináljam az oldaltámaszt, ahhoz tudnom kell, hogy milyen magasan van az. Valamilyen szinten össze kellene kötni, vagy bármit ki kellene itt találni. Ez a pillér már nem fog összedőlni, szóval a tető, ha lesz, akkor az még nem érdekel. Na srácok, akkor itt köműveskedünk egy kicsit, ügyeskedünk. Valahogy össze kellene hoznunk itt a magasságokat. A magasságunk, akkor föl kéne addig még építeni ezt az egész szutymadékot, hogy összejöjjön a padlószintünk. Aha, jó. Ez itt tökéletes, mert akkor így látom, hogy milyen magasra kell építeni ezt a tornyot. Jó, akkor ezt ilyen magas lesz a torony, erre már ugye a padló kerül. Az nekünk tökéletes, így most már tudunk számolni, és szükségünk van akkor egyfajta blokkra. Az nem más, mint ez, de lehet, hogy úgy kellene csinálnunk, hogy ó, itt van bőven, mert ugye csináltunk. Úgy kellene, hogy csinálunk egy slotnyi ilyet is. Oké. Okay. Akkor ezt meg kell upgrade-elni. A külső felét se ártana. Úgyhogy fel kell mennünk. A külső felét rohadtul nem upgrade-elem most. Jó. Jó. Oké. Okay. Akkor nézzük, hogy tudjuk ezt összehozni. Ugye minden jobban ki kellene nyúlnia ennek az egésznek. Mindjárt meglátjuk. És úgy tervezem, hogy ide belülre fogom csinálni. Oké. Okay. De azt ugye... Hát az a baj. Nekem ez így... Ez így nagyon gyenge. Jó gyerekek, nem jó helyen vagyunk. Lehet, hogy elérném már onnan. Ezt így rohadt nehéz megcsinálni. Nem jó helyen vagyunk, le kell mennünk. Fölmegyünk itt. Aztán onnan föntről megcsináljuk. De figyeljetek, akkor lehet, hogy az kellene, hogy megcsináljuk az összes tornyot. Megcsináljuk az összes tornyot, gyerekek. Úgyhogy az lesz, megcsinálom az összes tornyot. Ezt a kettőt meg rakhatnám egymás mellé, és akkor nem kéne olyan sokat váltogatni, vagy így. Úgy né. Csak nehogy az alattunk lévőt is felupgrade-eljük. Még jó, hogy ezt megtaláltuk, ezt a szögbelövőt, mert különben egy kénylódás lenne. Jó lesz ám ez, mert egyébként kitaláltam, hogy milyen, hogy fog kinézni az egész. Nem fog csúnyán kinézni. Inkább ilyen high-tech lesz az egész.
Főleg, hogyha majd betonból megépítjük, meg esetleg felfestjük, mit tudom én piros-fehérre lefestjük az egészet, vagy valami hasonló színnel, meg hogyha lesznek világító berendezéseink, normálisak, akkor ugye az is nagyon sokat fog dobni az egészen. Ja, fölülről fogjuk megépíteni a pilléreknek az oldal tartó részét, mert innen szerintem nem annyira látom normálisan át az egészet. Középről meg tudjuk azt oldani, úgyhogy úgy fogjuk megcsinálni. Viszont lehet, hogy cobblestone-unk nem lesz, úgyhogy kell majd mennünk kell a csákányolni. Ugye kurva sok elfogy. Úgyhogy lehet, hogy menni kell asni. Csinálunk itt is valami bányaszerűséget. Jó, oké, eddig egész jó vagyunk. Jó, csináljuk, menjünk le. Mennyi cobblestone-unk van még? Nem túl sok van ám egyébként. Összesen van még, hát elfogyasztottuk kurva sokat. Nem tudom, a motorba nem raktam még. Rohadtul nincs. Ja, nincs több. Ja, elég nyögvenyelős a bányászat egyébként a izé miatt ugye, mivel nincsen nagyon ragva. Várjátok, itt ebből mi jön? Ebből kül jön. Ez jó, ez nekünk jó, hogy kül jön belőle, csak az a baj, hogy izé is kellene. Ugye clay, anélkül nincs cobblestone. Egyébként ez a csákány, ez beteg jó. Rohadtul adja. Nem is nagyon használtam augert, hanem csákányoztam. Sőt, szinte csak csákányoztam. Igen, követ kell, ja, meg kell izét is. No, gyerekek, nagyon sok alapanyag kell. No, az oszlopokat jó lenne fölhúzni. Mert akkor a tetejét már meg tudom építeni nagyjából. És akkor legalább valahogy kinézzen az az egész. Lehet, hogy nem kell volna ilyen magas. Sanyi, mit csinálsz? Mi az? Mit fogtál? Nem lesz elég a cobblestone, már most látom. Ez olyan bánatos vagyok miatta. Úgyhogy mindenképpen kell mennünk bányászkodni. Meg azt hittem, hogy olyan túl sok, nagyon sokat sikerült kigyernem. Hát nagyon nem. Ó, hát ez probléma az olyan. Nincsen izé. Pontosan meg kéne nézni, hogy nincsen izé a trader, mert annyi pénzünk van ám mindosan. Sanyika, mit csinálsz? Ne valítsad, nem tudom mit, mint hogyha meg akarna fogni valamit. Itt a szobában mondjuk az elég kellemetlen lenne, hogyha valamit el akarna kapni a kutya, nem? De mit gondoltok egyébként, jó lesz a bázis? Sajnos ugye azért, amiatt, hogyha el akarod távolítani magadtól a zombikat, tehát hogy ne támadjanak folyamatosan, ne ostromoljanak, ugye el kell magad távolítani a zombiktól. És ugye ezt kétféleképpen tudod megcsinálni, vagy úgy, hogy leásol, addig, amíg nem érzékelnek, vagy pedig csinálsz egy tornyot. Ez a két opció van, nincs más. Ugye ha leásol, akkor annyi probléma tud még lenni, hogy a gravitáció az ő nekik kedvez. Te tudod, be tudnak potyogni a konkrétan. Egy toronyra meg fel kell mászniuk. Így jobban, meg így jobban is átlátott szerintem az egész szitut. Na gyerekek, itt még meg kéne oldanom ugye megint csak magasság kérdésünket. Egy, kettő. Vagy tök jó, mert ez így tudunk így építkeznie. Oké. Fel kell upgrade-elni. Még 1500 cobblestone. Megnézzük, hogy nincs eladó neki. Ezt akkor az jó lenne, mert akkor nem kéne most neki állnom még itt. Meg kell volna nézni a másik helyen is. Az összes trader, 3 tradert érintettem volna. Lehet, hogy nem cobblestone-ra érdemes elhasználni. Ja, ezt már nem kell, mert ide már jön a izé. Jön a tető. Szuper. És ez bőven meg fogja fogni a tetőt, nézzétek gyerekek, ha megcsinálod úgy, hogy így kihozom, meg ugye itt is kiviszem, majdnem összeér a kettő, oda majd meglátjátok, hogy mit akarok egyébként, ilyen blokkokat akarok fektetve, és szerintem az tök jó néz ki, hogy egy kicsit, hát mondjuk lehet, hogy nem néz ki olyan jól, de majd meglássuk. Na, menjünk le a vérbe, meg van még egy oszlopunk,
Megnézem, hogy nincsen a Cobblestone, komolyan. Fú, gyerekek, ez, azért ez brutális lesz szerintem, rohadt jó. Meg tök jó, hogy nem cseszem el a környezetet, hanem így konkrétan meghagyok mindent. Nekem ezt nagyon tetszik. Fú, gyerekek, ez adni fogja. Ez adni fogja, és látható, hogy sokkal masszívabb az egész. Nem annyira sérülékeny így, hogy négy lábon, nem négy lábon áll, hanem konkrétan 8, meg plusz 4, 12 darab lábon áll az egész dolog. Na nézzük, jó lenne lenne a jobokat, megnézzük, odarézzetek. Mennyi izé. Mennyi. Inventory. Ja, meg látjátok, vannak ilyen tisztító, meg ilyenek, azért nem hoztam. 200 volt, de ki, az elég kaki. Viszont, ja, nincs nálam izé. Meg van nála. Beton 450. Ez viszont tök jó. Hát jó, nem ezzel fogunk elmenni búcsúba, úgyhogy menjünk, csináljuk inkább a dolgokat. Meg inkább nekiállok bányászni, ez jó volt. Mennyi haza? Visszamennyi? Jó, itt meg ugye kell kezdenem mindenféle alapanyagot most már gyűjteni majd. Oké, hát a kettő torgyot nem fogok tudni felhúzni szerintem. Na, nem csak egyiket, lehet, hogy azt kéne csinálnom. Jóval építkezek. És az nem lesz más, mint ugye a belső fele. Arra, azt kellene csak felhúznom, nem? Akkor nyernék annyit, hogy tudnék tovább foglalkozni vele. Tehát azt csinálom, hogy csak ezt a belső vonalat fogom felhúzni. Mert ugye az lesz a tartó elem. És akkor így megusszuk, hogy elfogy az összes cobblestone-on. Hát de mondjuk lehet, hogy elfogy így is. Ja, lehet, hogy kialakítok el egy bányát, aztán nekiállunk augerre, daráljuk mind az őrült. Aztán kész, nem lesz ebből gond. Egyébként csinálhatnám azt is, hogy körbe csinálok egy árkot. De ez tök jó megfogalmazta valaki. Valaki egyébként ezt felvetette, hogy csináljak árkot még az előző bázisom köré. Tök jó megfogalmazta valaki, hogy semmi értelme nincsen, mert igazából akkor annyi, hogy ott elkezdenek ásni. Sokkal jobb, hogyha följönnek. Nekem az a biznisz, hogy mindenképpen jöjjenek föl, minél gyorsabban. És akkor minél gyorsabban meg tudom őket ölni. De úgy gyorsan, hogy közben meg rendezetten. Értitek? Csanyi! Hol vagy? Csanyi! Bocs, közben ilyen izai vagy közben játék. Sanyi! Mit csinálsz, bazza? Mit fogsz? Lehet, hogy valami fók, vagy valami allergiás rájuk. Faszán fog kirézni el, mert full betonból, gyerekek. Főleg full acélból rézzek ki faszán. Na, nézzük. Akkor ugye ez lesz ugye a tartó elem, szóval most egyelőre én nem fogok több. Több izét fölösleges megcsinálom. Itt is ugye kihúzom eddig. Lássam. Oké. Okay. Mindjárt gyerekek. És elvileg még egy, ugye? Oké. Okay. Mert ez már az időszint. Oké, okay. Szuper. Jó. Csodálatos, le kéne jutnunk valahogy. Hol volt a izem? Lejutás segítő dolgom. Nagyon jó, és akkor fölülről sokkal jobban meg fogom tudni csinálni az oldaltartókat, oldalmerevítőket. Nagyszerű. Baromi jó lesz. Nekem ez nagyon tetszik, tök jó. Tök jó, hogy nem ilyen kis egyszerű, hanem van valami érdekes része. Oké. Ez jobb megoldás, mint a létrázás, nem? Létrát is csak vissza kéne szedni. Akkor mi értelme van, érted? Ja. A fánk is egyébként el fog fogyni lassan. A cobblestone-unk meg kurva gyorsan. Úgyhogy tényleg fogunk csinálni egy bányát. De lehet, hogy akkor specifikusan tényleg csinálok egy bányát. És akkor mindent is ki fogunk onnan nyerni. Vagy pedig akkor nem bányát csinálunk, hanem alagutat valami olyan helyre, amelyik nekem fontos mondjuk, és akkor lesz haszna is, vagy nem tudom, valamit ki kell találni. Egy metrót kéne építeni. Viszont az építkezés a legjobb XP. Mindjárt lépünk mindjárt egy szintet. És meg fogtok utálni, de Lucky Looterre fogok pakolni, mert most vérszemet kaptam, hogy jó a loot. Na. Itt is kihúzzuk oldalra.
És akkor tudunk építkezni. Figyeljetek, de is érdemes már lemennem, nem? Mondjuk a közepét azt meg kéne erősíteni, legalább kettő oszlopot oldalt, hogy valami azért valamennyire biztonságban érezhessük magunkat itt. Érted? Hogy a közepe is azért legyen valami tartás a közepének is. Jó, és akkor ez már. Aha, jó. Ez perfect, gyerekek. Perfect. Na, igen, lemegyek még egyszer. És megcsinálom az izéket. Megcsinálok a négy szélső oszlopot. Arra talán még lesz elég cobblestone-unk. És azt meg tudom csinálni innen, úgyhogy ez tök jó lesz. Hát lehet, hogy nem lesz elég. Az a baj, itt úgy bele tudsz keveredni, nehogy véletlenül a lépcsőt upgrade-eljem. Nem lesz elég. Nem megyünk, megvesszük a izéből is. A trader-től. Oké? Ha oké, ha nem oké, mindenképp megvesszük a trader-től is. Mert egyébként lehet, hogy a betont is meg lehetne, és akkor az oldal pilléreket abból megcsinálni. Ugye nem itt tudom, hogy nem upgrade elég, hanem megcsináljuk abból. Hát, de mondjuk... Majd azt hiszem, hogy cobblestone blokkot is hoztam. Azt is raktam el, ugye az például volt nekünk. Úgyhogy lehet, hogy az van valahol, azt majd meg kell nézni. Sőt, én úgy emlékszem, hogy van. Vagy lehet, hogy azt be... Ja, lehet, hogy azt beszkrepeltük és csináltuk belőle cobblestone. Viszont ez tök jó lenne, ez a négy oszlop elkészülve, mert akkor tudom terhelni. Nem félek attól, hogy összedől az egész. És akkor meg tudjuk csinálni legalább a felső részét egybe. 194 gyerekek. Na mindjárt felérünk. Kár volt abba belenyomni abba a két oszlopba az összes cobblestone-unkat. 124. Ebben pont felérünk, hallod? Ez a durva lenne. Olyan szerencsém nincsen. Tudja, nincs olyan mazli. Imore! Hát pont bazza, az a 200 hiányzik. El kell menni pénzért is. Csak lenne essek, basszus. Nem ezen akarok közlekedni, úgyhogy... Úgyhogy eddig... Muszáj, de innen mindig le akarok esni. Jó, most majd ne leugorhatunk. Na, vigyünk egy kis pénzt. Egy 20 000-et. Tele vagyunk lóvi, vagy gyerekek, nagyon ricsek vagyunk. Mi? PMP van, nagyon. Nagyon betegül néz ki ez az oszlop, rengeteg. Gondolkoztam egyébként kör alakú oszlopokra, lehet, hogy jobb lenne volna. Mármint henger alakúak, de viszont a csiga lépse ott középen, az kurva jó. Tök jó, mert látod, érted? Hogyha egy darab zombi is vagy, valami sikítós vagy bármi jön föl, akkor egyből látod. Nem az van, hogy... hogy úristen, most akkor jönnek-e, vagy nem-e jönnek-e, vagy mi történik? Tehát ez vicc egyébként, hogy cobblestone veszek. Hát te muszáj. Mennyibe kerül? 260-ba kerül, hallod, egyébként tök jó lenne ezt venni mindig. A betonunk, az meg 3000-be. Jó, megveszem ezt a betont, legalább valamiből tudunk építkezni, nem? Jó, hát fánk sincsen egyébként, az nincsen nála véletlen. Nincsen bút. Jó van. Na mindegy, akkor fát kell vágnunk. Dolgozni is kell a gyerekek, nem csak ide lazsálni. Egyébként itt szokott lenni ezekbe. Cobblestone, főleg a betonkeverőben, nem? Csak amire megtalálom, nem megy a nap. Lehet, hogy már kilootoltam, de szerintem a betonkeverőt nem lootoltam ki.
Jaj, Sanyi. Mondjuk amire megtalálom a betonkeverőt, arra megy le a nap. Ó, nem, oda nézek. És a kő, már a kőnek örülünk. Mert a kő az kő. Nem tudom, hol a betonkeverő, nem fogom itt keresni órákig. Ott van. Ebbe szokott cobblestone lenni, és pont nem bazd meg, pont rohadt homok van benne. Mindegy, hát ásunk be azt, és nem olyan sokáig tart egyébként, nem ördöngösség. Jó, ebből viszont fel tudjuk upgrade-elni azt a időt, csak arra figyeljünk, hogy a beton ne lőjük el. Lehetőleg, mert ugye a beton is van már, ugye arra is tudunk upgrade-elni, nem kell előri a izére. Az oszlopok tetejére. Viszont, ami még fontos, hogy tudnánk betonból ugye blokkot csinálni, hogyha okosba dolgozunk, akkor meg tudjuk abból is építeni a dolgokat. Na nézzük, egyelőre. Ez kész. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Szök jó, mert pont elég lesz. 1, 2, 1, 2. Hát ez ínségesen gyerekek, de pont elég. Figyeled? Hát ez ki van számolva, bazze? 84 darab maradt. Na, itt akkor a közepe is ugye rohadt tartós. Most már biztos, hogy ki tudnánk építeni mi az egész tetőszerkezetet. És ezt nem muszáj megcsinálni most nekünk szerintem idejéből. Valami komoly szajréből. És ugye így viszont neki állhatnánk építeni. Jó, mert le is tudok menni, ha akarok. Azért nem egyszerű. Vagy van itt szopatás. Várja. Kitaláltam. Nem jó, az se bazza. Hogy az anyám palagába tudnám ezt megoldani, hogy tudjak építkezni normálisan ötlen? Hát úgy, ahogy ezelőtt csináltam, ugye, hogy állványzatot kell erre építeni. Nem tudom, hogy az állványzat megépítése is egy tortúra. Na mindegy, pedig oda le kéne mennem, gyerekek. Úgyhogy kapaszkodjatok. Úgyhogy. Miért nem rakta oda? Hát basszek, komolyabb oldom, nem rakta oda, hallod? Nyomtam azt a rohadt jobb gombot és nem rakta oda, és megint eltörött a lába, de miért? Esküszöm, hogy oda néztem, és nem, vazza nem rakja ki, úgyhogy ez nem egy nagy üzlet, mégsem, mert jó, megszívatod magad vele. Figyeljetek, ide, itt fölépítjük, azt innen kintről tudjuk megépíteni, mert különben nem tudod, az a baj, nem tudod máshogy. Megint 19 percre törtük a lábunkat, jó vagy. Gratulálok magamnak. Ja, innen tudom megépíteni másodat, de ezt mindenképp ez így tudjuk. Na, forgassuk el üzébe. Így. És akkor ugye így. De szerintem ez még kevés. Jaj, nem éri el, bazze. Most miért nem éri el? Hallod? De oda tudtam rakni, de már visszaadni, nem tudom. Na, végre. Úgyhogy még... Kettő. Szerintem egy kettő. Kettő mélység. És akkor innen így jöhetünk tovább. Hát ezt innen így lehet megépíteni, máshogy különben szopsz vele. Ezt nem is olyat kell. És a többit már talán fölülről is tudod, de ugye itt az aljára gyakorlatilag nem látsz rá. Nem tudsz építkezni úgy. Úgy gyerekek, megint eltöröm valami vedve azért. Már 26-szor leesek itt, de... Van egyébként olyan modern cipőmben, hogy bírja az esést, de hát azért nem erre voltunk fölkészülve itt. Nagyon raj volt abbi, hogy kitaláltam ezt a dolgot, azt közben meg nem volt jó ötlet. Mert valamikor nem adja be azt a szart. Hát ez meg lehet, hogy sok bazzert, ha majdnem izai összeér, de nem ér össze? Gyerekek, ez meg van a bazza, én most komolyan mondom, már soknak ítélem meg. Az se jó szerintem, hogyha ilyen majd full összeér. Na, az megy le.
Nem is kacok. Hát az se, az se, az is hülyeség. Ennyi elég, nem? Mert ugye még... Nem is tudom hány blokknyi még megy fölé, várjál. Ezt meg kell tervezni. Így. Most örülök jó, hogy nem egy vonalban vannak az oszlopok, mi? Azért az epic lenne, gyerekek. Ugye ez még... Így. 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 És ugye ide jön még egy. Meg még oda is. Úgyhogy ez bőven sok is, hallod? Ez olyan brutál sok. Nem? Még nem muszáj kiúzni a végéig. Na mindjárt megnézzük alulról, jó? Megnézzük, hogy kb. Ne! A faszom esül be azzal, hogy mi folyik itt. Bocs gyerekek, de ez... Legalább nem döglük meg, de már megint letört a lába, böcsém. Hát a rosszabb ne vette meg ezt a... Félbelű viszi tüdér, nem húzta a faszára komolyan ezt az egészet. És megint törött lába. Mindjárt csinál, nem akarom el... De mit van szorog? Törött lába miért? Ennyibe megyünk? Ez régebben is egyre fos volt az, hogy a gyaloglásuk törött lába. Veszünk izét. Szerintem azt nem hozta, csak ezt a két gipszet nem gondolta, hogy elhasználom egy pistad. Na viszont rálátunk, hát nézd meg, az még sok is. Hát majdnem összeér, az hülyeség. Butár néz ki nagyon. Érted, hogy mire gondolok. Mit csinálnék itt, hallod? Ne tudd meg, bazze. Döglődünk állandóan, kitor leesik mire. Adj oda az összeset, mert itt bajok vannak, hallod. Hát, bocs. Na. Legalább ilyenkor nincs belassulva. Gyerekek, még mindig... Ó, te... 26 percig el van törve a lábom. Na, az kurva sok. Összeérnek középen, és az nekem nem jön be. Csufos. Úgyhogy legalább minimum egy vagy kettővel följebb fogjuk vinni. Hát ez meg itt... Na, gyere le akkor az összes. Ja, ez nagyobb butár néz ki, ugye? Jól látjuk, gyerekek. Valahogy úgy kellene, hogy... Az a baj, nem tudsz úgy építkezni így fel, hogy mindent elérjél. Még jó, hogy nem ilyen 200 magasra terveztem ezt az egészet. Na, ez így nagyon bután, csúnya nagyon. Úgyhogy... Meg ez is lehet, hogy... Meg ez is lehet. Meg ez is lehet, hogy szar. Úgyhogy még... És onnan kezdjük, jó? Szóval lehet, hogy statikailag meg jobb lett volna, hogyha... Minél inkább... Kim van. Törött láb! Komolyan mondom, beszarok neki bazza, hogy mindig törött lábba futkorászok itt. Ez most nagyon-nagyon rám jár a rúd. Na, figyelj, semmi gond. A szitu a következő, gyerekek, hogy följövünk teljesen. És ugye ide még jön a izé most. Na, ez így amúgy, jaj, majdnem leestem megint. Ez így amúgy nem rossz, ez így egész jó. Ugye ide akkor most már meg tudod építeni, itt már összeköttetésben vagyunk. Tudod építeni tovább a kis kecódat. Mert már van valami tarcsa, de mondjuk azt lehet, hogy fel kell upgrade-elni. De szerintem magát, nem biztos, hogy megtartja maga súlyát. Jó, csináljuk tovább, jó? Legalább, mit tudom én, 10 óráig minimum. Ugye másik oldalra is meg kéne ezt ugyanígy csinálnunk. Tudjátok, mi lenne egy frankó dolog? Hogyha lenne nekem ide egy alvajzatom, amire át tudnék menni. Ugye? Hoppá, hoppá.
Azaz. Aha, az az alványzott dolog, ez ezelőtt is ezt csinálta, és ez tök jól működött. Csak van probléma most már, mert ez így nem jó ma. Viszont... Én le fogunk esni, biztos vagyok benne. Itt is tök jó lenne megépíteni. Hát próbálkozzunk, talán nem szakadunk le. Oké, na, és akkor E fölé egyet kihagyás. És akkor aztán mi az az E fölé, bazza? Várja. Onnan is megindulunk. Igen, ezt fölött egyet kihagyunk. Oda jöhet egy ilyen. Na mi az a chat? Még a chatet is megnyitottam kéromba már, bazza. Mindig ez a megalomániám, nem? Ezt építük olyan kecókat, hallod? Szív leszakad. Fosok. Nem akarok leesni. Kurva jó, vagy kurva jó. Majdnem összeér még így is, hallod? Úgyhogy ez kurva stabil lesz így. Még ez is, még azt mondom, hogy így is majdnem sok. Legszívesebben még nekem az nem annyira jön be, hogy ennyire sok. Ja, ez viszont tök jó, és lehet, hogy meg kéne valahogy hagynom, de akkor hogy megyek le, ugye? De szerintem már ki is találtam, hogy megyek le. Ezt úgy kéne levernem, hogy... Aha, és így megmarad. Jó. Ugye rá tudunk nézni egy kicsit, bocs, ugye van, hogy itt nézés. És... Aha, bazza, valami nem stimmel. Ilyen rögt a magasság, még nem, oké. Semmi gond. Jó. Szerintem stimmel ez? Egyforma magasom lett kezdve. A kezdés az egyforma magas, csak ugye még az, még itt mennie kell följebb. És akkor az jó lesz. Mert ott még megy rá egy sor. Oké. A závázatot nyilván ezt el fogjuk távolítani. Jó gyerekek. Nagyon jók vagyunk itt. Kitaláltam egyébként, akkor azt kell csinálni, hogy itt nagyjából középen kéne fölmenni. És akkor meg tudod oldani azt, hogy mind a két oldalról meg tudod építeni azt a pillér dolgot. Nem? Ez egy jó ötlet lehet. Hogyha elérünk a falig, de hogyha nem, akkor jó, mert még az állványzatunkat elérjük. Ez az ilyenre gondolt a Keeper. Tudunk még egy állványzatot csinálni, ezt meg akármikor elbontom, ugye? Na, ez szuper. Ó, jaj, de jó! Jó. Nem egyszerű a dolog. Kurvára nem egyszerű, tudom. De küzdünk, mint disznó a jégen. Ez az. És akkor itt tök hamar meg volt. Ez tök jó volt. Még az állványzatot egyébként úgy is el tudod bontani, hogy kilövöd. Komolyan. Mindig nem érünk el addig. De most már igen. Ez jó, mert egyébként egy magasságot is ad neki, amit most például tök rosszul adtam meg. Mert lejjebb kell. És akkor ugye ez ad egy vízszintet, hogy honnan kell kezdenünk. Ugye ettől följebb egyel. Hú, bazen, gondolom fáradtok ti is. Remélem, hogy azért tetszik valamennyire, hogy ez... Mit akarok megvalósítani meg? Hát szerintem ezt gameplayen kívül csinálom. Akkor az lehet, hogy annyira nem vagytok happy-k. Legalábbis én nem tudom, így ezt, én bírom, élvezem ezt a dolgot. És így fölé tud volna egy vázis, aztán akkor most ez mi értelme volt? Akkor megnéztük volna, hogy mit szenvedsz vele, vagy hogyan, nem?
Jó, meg vagyunk. Oké, okay. Fölülről meg ugye a maradékot azt már meg tudjuk építeni. Hol jöttünk föl? Melyik blokknál? Aha. Pont. Pont itt. És itt le tudok menni. Kurva jó. És akkor építünk oda is kettő közé egyet. Mindjárt megnézem távolabbról is. Nehogy elcsesszem az arányokat. Ja, törött lábbal itt több futkorászok. Igen, ugye annyi, hogy a magasság... A magasság nem egyforma, egyébként jó minden. A teteje. A teteje nem egyforma. Jó, és az alapterület egyébként frankó is lesz. Basz, milyen bázist építek már meg itt? Á, nem vagyok hülye mi. Brutál, amit miket művelünk ide. Igen, akkor megint itt is megépítjük. Kb. Középre. Jó, és egyébként lefedhetem az egész tetejét, mert szerintem így, hogy ez így meg van csinálva, akkor biztos, hogy lesz elég erős statikailag, mert ugye a közepe is tartja, oldalról is tart, úgyhogy úgy kell azt megoldani, hogy mindenképpen így két oldalról kezdjük el húzni. Az a baj, pont nem érsz el, látod, és akkor itt tornázhatsz, hogy nehogy leessél. Ez egy kicsit kellemetlen, de hát ez van. Na, jó. Jöhet egy ilyen. Ugye azért nem akarok dupla pillért, tehát ide-ide, mert fölösleges, mert ott már igazából nem nagyon lesz terhelés. Érted? Mi értelme lenne? Uh-huh. Meg kell csinálni az egész tüzéből, ilyen building blockból. Főleg az ilyen olyan részeket, amik annyira nem vagyok bele biztos, hogy így összejönnek, mert különben, hogyha elcseszed, akkor nincsen visszaút nagyon. Nagyszerű. Max, akkor ide csákányozhatsz mind az őrület. Figyeljünk, mert ezen jöttünk föl szerintem. Az ott a levegőben volt. Jó. Mindjárt megint megyünk le, aztán összeszedünk annyi törött lábat, életre elég lesz. Sose gyógyul meg. Gyerekek, most őszintén én milyen építkezéseket levágok? De ezt most nem durva egy kicsit? Vagy én vagyok egyre elvetemültően hülye? Mármint azért ez egy kicsit, ugye, azért egy erős, nem? Jó, annyit meg kell csinálni, hogy a magasságot, hogy tudjam tartani. Ugye ez a magasságunk most mivel van egy szintben? Nehogy baza elbosszabb, de szerintem nem jó magasságon vagyok. Szerintem nagyon nem. Nem is, nem. Úgyhogy meghúzom a magassági vonalat, ami ez lesz. Így. És ugye ez a szintünk, ettől följebb egyel. Így már jó lesz. Nem tudom, hogy hol jöttem föl most, melyiket. Stresszes az építkezés. De legalább tudjuk, hogy ha innen leesünk, akkor szerintem nem olog meg. Úgyhogy már az egy baráti dolog. Jó. Akkor gyerekek. Lehet, hogy le se kéne menni, hogyha elérném azt az oszlopot, azt is tudnék építeni. És akkor nem kéne lemennem, érted? Akkor onnan ki tudnék egy ilyen nyúlvájt indítani. Erre gondoltam. Erre gondoltunk, gyerekek. Az állványzat, utána meg épp bonthatom el az egész állványzat. De figyeljetek, ez szerintem 10 óráig körülbelül meg lesz olyan szintre, ami mondhatni, hogy jó. Oké. Okay. Csináljuk az állványzatunkat, lol. Tudjak építkezni itt. Kihozzuk ide. Utána meg majd elbontjuk, nem lesz itt semmi probléma. Ez az. Így gondolta a képerpapi.
Azért elég kreatívan építkezünk. Most jó, lehet, hogy itt valakik, akik nagyon régóta játszanak, sokkal gyorsabban tudják. Az jó, hogyha így fejedbe összerakod azért, hogy mégis mi az a terv, amit meg szeretnél valósítani. Az meg olyan szinten pontosan megvan a fejemben, hogy konkrétan csak meg kell valósítani. És az ez tök jó érzés. Na. Megvan ez az oldal is. Már csak az egy izéval oldaltámasz. Azt is viszont így körbe tudom így húzni. Figyeld, nincs olyan ötletek vannak itt még. Figyeld. Na. És miért nem akarja oda elrakni? Valami nem stimmel. Ez a jó az szok. Megyünk tovább. Hű, jó, az nem baj. Sok volt már. Jó, nem baj. És lehet, hogy azt mondod, hogy csak úgy mondom, hogy nem baj, de nem baj, ugye, az csak az állványzat volt. Hú, azért veszélyesen élünk, na. Azért veszélyesen élünk, na. Mert rakom építebb itt az őrütbe, azért azt nem figyelek semmire már. Aha, jó, oda elérünk. Nem érünk el. Kurva életbe, gyerekek! Ez a magas beépítkezés, ez valami védőkötője nélkül, ez nem a legbarátibb. Jó, figyelj, azt úgy csináljuk, hogy innen kellene húznom nekem. Magasságunk jó? Magasságunk jó. Ja, onnan tudtam nézni, hiszem. Oké, na figyeljetek gyerekek, következő szituáció. Ezt megcsináljuk, aztán akkor megcsináljuk a felső részt egy teljes egészében, jó? Ezt nem oda! Jaj! Zára izé, zára trader. Jó, azt le kell bontanunk az állványzatot ám. Imádok építkezni. Na, akkor valahogy vissza kellene vonulnunk, és folyamatosan bontani az állványzatot. De valami értelmes módon, látjátok, át kéne állnom valami másra. Az a baj, azt kiveszem, akkor le fog szakadni be az. Így kell visszabontanom. Na ugye, hogyha az élek csatlakoznak, akkor hiába. De az nem hiszed el, nem éred el azt. Te hallod, ne őrítsél meg. Megoldódott, nem? Az édesanyja valaga. Itt is vissza kéne bontani. Az egész szálványzatot vissza kellene. Jííí, more! Egy rosszat vesző ki, aztán neked véged van, hallod? Amelyik nem csatlakozik, olyat kapsz ki. Melyiken kell lemennem? Melyik alatt van? Aha, az. Az alatt. Szóval, hogy az anyámban jelöljem meg, az ott kell lemennem. Full logika játék, baze, hogy visszabontod. Ami nagyon nem megy nekem, mert hányszor leest ebbi, mondhatjátok. Ezt kiveszem, biztos leesik, figyelj Vidder. Ah, nem baj. Egyébként fontosra gondoltam, hogy le van szarva. Hújjad csak a férgese. Júj. Júj. És akkor ezen állunk, és így levegyünk. Oké. Okay. Megvan akkor a pillérzet. Az állványzatot le kéne bontanunk, ami még megmaradt. Igazából itt van csak állványzat, sehol máshol? Szerintem sehol máshol, mindenhol leszakadt meg Vidder, ugye? Meg kéne nézni messzebbről, hogy tényleg sikerült-e mindent összehozni. Szerintem full szimetria van, itt ugye nincsen, mert még nincs felhúzva. Oké. Pont 10 óra? Pont 2 órája megy a videó körülbelül, ugye? De mondjuk lehet, hogy több, mivel tököltem egy kicsit. Figyeljetek, föl kéne mennem itt,
És az állványzatot elbontom. És megcsináljuk a felső szintet, és akkor ott, hogy vége van a videónak, akkor az nem gáz, mert mondhatjuk, hogy egy fejezet végéhez értünk. És tök jó, mert pont most megyünk föl, ott már nem fognak érzékelni minket az abbik. Jó az idő. Az ezt nagyon nem akartam elnyomni. Csak nem ugrott át, basszus. Jó. Nagyon húzzuk föl, aztán nem fognak érzékelni minket elvileg. A drónomat lehet, ott a farkaskoma, ezt lehet, hogy be kéne verdük, nem? Ennek meg kéne mondanom, hogy jöjjön vele. Figyelj, azt beverem, mert mondtátok, hogy abban kurva jól udvar. Gyere ide, tesó! Jó. Jó van. Figyelj, hallod, mi loot van itt? Ötös acélcsalkány. Nagyon beteg. Ez nagyon durva ez a lobby, itt van loot, hallod? Ez így, nem tudom, elképzelhetetlen számomra, hogy ez hogy sikerült összehozni. A faszomat jesztegetett, hallod? Na, akkor megcsináljuk a tetőt. Egyébként arra is gondoltam, hogy meg tudnánk csinálni rácsból is a tetőt, az is egy tök jó feeling lenne. De lehet, hogy nem lenne olyan otthonos, úgyhogy valószínű, hogy nem rácsból fog lenni. Kéne gyorsan zavarnunk magunkat. Ja, létrán fogunk közlekedni, nem itt. Itt az, ez csak a zombiknak van, de most egyelőre használjuk, ha már egyszer itt van. Azon kívül, hogy leesünk innen. 14 percig van letörve a lábam, tök jó. Talán már nem esünk le, ha le nem szakad az egész. Egyébként előfordulhat, hogy le fog szakadni. De bízunk be, hogy nem. Én abban bízok, hogy azért nem fog leszakadni, mert itt mindenhonnan most így összekapcsolódik majd ez az egész dolog. Viszont annyi, hogy majd arra kell figyelnünk, hogy ide például még kell építenünk ugye ilyen háromszöget is, tehát azt nem felejtsük el. Be az a fasz jeszteget, öcsém! Hallod, egy bába kétszer beszarta vette a hülyétől. Meg így akkor látjuk is, hogy összejönnek-e a dolgok, vagy nem. Ne kéne ezt másolni. Nem, pont jól van, pont jól van. Tehát jó. Úgy. És ugye ez már a szint, tehát oda már nem kell. De oda meg kell. Ne essünk le. Ott volt! Ez jó? Jó. Ja, szerintem egyébként pont jó. Mert kettő van, mindig köztük, itt még nincsen elég magasan. Szerintem nem fog leszakadni egyébként most a tető. Beléphetjük az egészet, csak majd hogyha upgrade-elünk akár még fára is, akkor is feltétlenül izébe kell gondolkoznunk, hogy kívülről kezdjük, vagyis a tartó részekről kezdjük az upgrade-elést, azt ne szúrjuk el. És ugye mindjárt ki fog derülni, ez a robot egyébként zavaró. Zavar engem a robot. Úgyhogy lehet, hogy megmondom neki, hogy stay here. Nem maszkálja körülöttem. Jó, és akkor oda vége egy jön. Amit talán valahonnan be tudok már végre rakni. És akkor itt is kettő van közte. Mindenhol kettő van közte, akkor az úgy jön ki jól. És milyen magasan vagyunk? 63 méteren, igen. 63 méter. Azt szerintem bőven elég. Ugye nem is tudom, az nem 63, mivel ugye a talajszint az azt mondom, hogy 35.
még oda is megy egy, és akkor lesz kettő köztük. Tökéletes. És ez mi a fasz történt? Ja, nem jó 15, nem jó kopiszta, ezt kopizzuk. És ugyanúgy, kettő van köztük. Full szimmetria sikerült. Tökéletes. Rakhatjuk ki az egészet. Viszont egy irányba nem tudjuk kirakni, hanem egy irányba itt majd máshogy kell megoldanunk. Jó, mert ugye tartanak az oszlopok, tart a középső rész is. És ugye itt fogunk lenni helyet foglalni mi, zombi hordakor, körülbelül itt. És így látod, és fölülről tudod lőni az összes zombit. Tehát tök jó átlátod az egész szituációt. Szerintem ez egyszerűen hibátlan megoldás. Szerintem megyünk, megnézzük ám alulról, hogyha elkészül. Ott is van egy farkas. Ott is van egy olyan farkas. Ezeket baze farbolni, már azért megéri itt lenni. Hallod, itt vannak legjobb cuccok. De tényleg nagyon brutál jó cuccok vannak itt. Há, meg igazából az egész hely nekem. Így, hogy így elszeparálom magamattól a szar helytől, ami ott alattunk van, így nem annyira nagy probléma nekem, hogy itt vagyunk. Nem, srácok? Így mondhatni kellemes szinte. Itt nem érzékeled azt a ordinári gyomasztó hangulatot. Meg főleg, hogyha megcsináljuk tényleg normálisra ezt az egész kecót. Fosok ám, hogy leesek, úgyhogy vidén hamarabb falakat, meg mindent akarok. Egyébként itt arra gondoltam, hogy valami üveges rész lesz, rendes kis kellemes helyiségekkel. Úgyhogy még minimum egy blokknyit ki fogunk lógatni oldalra, hogy, mert látom, hogy nem elég nekem ez a hely. Bár az nem kicsi, de azért legyen egy egyel nagyobb. Hú, de egyébként kurva jó. Nekem már most tetszik, nagyon. Sokkal biztonságosabbnak tűnik, mint az előző. Meg hogyha le is omlik egy része, de hogyha kiütnének egy oszlopot, de igazából miért is akarnának kiütni, ugye? Akkor se lesz semmi probléma. Meg kell nézni alulról, mert nem nagyon tudom áttekinteni így. Ezt meg azt a ízet, farkast, azt orba kéne vágni. A lóvéért. Látjátok, milyen stabil vég így is, hogy csak ebből a szarblokkból van csinálva. Rohadtul nem akar összeborulni. Na, oké, tök jó. Ugye innen, itt lesz mindenképp ugye a zombi váró rész, de egyelőre lehet, hogy beépítem azt is, mert és egyelőre nincs rá szükségük, viszont ne az legyen, hogy itt elgondolkozok, azt leesek a picsába, ezen a lukon. Itt lesz egy ilyen hordaváró rész. Na, srácok, valahogy lemegyek. Aztán megnézzük alulról. Még egy sort mindenképpen kellene rakni oldalra, mert azért egyel nagyobb le, nem baj, hogyha lenne. Óvatosan kell itt levenni, ez tök... Várja, most leugrok. Aha, ezért. Ezért akartam leugrani, mert hallottam ez a hülye ütit. Meg kéne nézni, igen, ezt a farkast, ezt megnézi a keeper. Gyere rám! De ez a kalapás dolog nem rossz, nem? Viszont azt a betyár csavar behajtó, hallod? Ez ugye arra jó, ha minden igaz, várj, ezt itt hagyom, aztán kipakolok valamennyire. Oda néz, hallod? Jaj, de kurva jól néz ki, bazza! Mondjátok, hogy ne... meg a struktúra. Ezt így képzelte be. Egy dolog egyébként annyira lehet, hogy nem tetszik. Milyen mondom, hogy mi? Igen, mindenképp egyel kijebb, minimum egyel kijebb, de lehet, hogy kettővel, sőt, igen, kettővel kijebb kell húzni a falakat, nem egyel,
mindenhol színben van most. Egy, kell egy siba, és kell egy izé, egy letört fal. Aha, mindenképpen. Gyere, 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 haver. Beszélgetünk egyet. Aha. Nagyon állat. Nekem nagyobb bejövős. Vagy felhúztuk egy része, ott egész kellemes. Jó, annyi, hogy megcsináljuk akkor még azt, hogy felhúzom kívül egy sor, meg plusz még egy sor. Mert akkor az úgy néz ki jó, hogyha van egy kis pereme, meg ugye akkor egyel nagyobb helyünk lesz. Legyen egy kis helyünk. Ne az legyen, hogy így nyomorognunk kelljen, mert azért elég sok minden. És valószínűleg több szintes lesz. Lesz teteje, mert a felső szintre szeretnék farmat. És a vízgyűjtőket. És akkor lesz egy beltér, amelyik viszonylag elég tágas, kellemes, ugye a zombiváró az itt, az teljesen el lehet szaporálva. Mit tudom, itt lesz konyha, a másik oldalt lesz raktár, itt meg mit tudom, living room vagy akármi. És itt fallal lesz elszeparálva a zombiváró, hordaváró. És akkor ugye azt nem is látod. De viszont ugye, mit tudom én, innen és innen is be tudsz oda benni a védett részére. Szerintem ez így tök frankó lesz. De viszont mindenképpen ki kellene szerintem egy sor blokkot még rakni, hogy érted. Egy sor üzei kellene, kocka. Ugye? Egy sor koci. Meg egy sor ramp. Lerehessek be, azért megyek hátrafele. És ugye az már dob hozzá egy akkora szélességet, hogy konkrétan ugye 4 blokkkal szélesebb lesz, 4 méterrel szélesebb. A fasza. Na. Ez a második oldal, nehogy elfelejtsem. És jön a harmadik oldal, ugye? Jó. Az a baj, nem látsz. De mondjuk a lépcsőn lemegyek, akkor már belátok alá. Tehát nem kell lemenem teljesen. Ugye a siga lépcső az nyit... Így bazd, ennek odavertem, hallod? Várjál, kevés már a blokkunk, már nagyon nézve, nagyon le vagyunk amortizálódva. Ez volt a harmadik, ugye? A harmadik sor. Akkor lehet, még egy jön. És harmadik oldal, nem harmadik sor. Még egy jön, és akkor megvagyunk. Nézzétek már mennyivel nagyobb az egész. Nagyon szuper. Hát igazából oldalra nagyon nem kell kinézni, soha nem nézek ki oldalra, azért bízom abban, hogy nyugodtan csinálhatok falakat, hát milyen telme nézegetni oldalra, tudod. Na, akkor elvileg meg vagyunk. Ugye lenézek itt a csiga lépcsőmön. És akkor itt szerintem majd ki is látnád. Mondhatjuk, hogy kilátok, annyira nem. Nagyon szarul megy le ezen. Ja, egy blokk, két blokknyi van oldalra, két blokknyi van oldalra, két blokknyi van oldalra, ott is. Ott is két blokknyi van oldalra, és akkor most csinálunk egy letört blokknyit még. És ez fel lesz upgrade-elve, ez biztos, hogy nem fog leszakadni, még ha ráépítkezek akkor se. Akkor kellene letört blokk. Ezt még megcsinálom ezt a felső részt, azt elbúcsúzom gyerekek, mert tényleg megőrültök, hogy ilyen hosszú részek vannak. Bár tényleg tudtatok pörgetni ebbe, hogyha úgy van. Ide. Ugye jöhet végig. És viszont a sarkokra nem, az sarkokra speciális kell, ugye. Na és akkor ez egy elég nagy is. Stabilis. Oldalra ugye konkrétan csak két blokkot áll ki. Valószínűleg nem fog leszakadni két blokknyi. Ott egy zombi. Ja, teljesen fölösleges rács szerkezetet csinálnom alulra, mert
Igazából pont az benne pláne, hogy el tudom szeparálni magam. Ez a második sor, ugye? Legszélére nem. Várj, el kell forgatni. Legszélére rá. De speckó blokkel. Ugye ilyen sarkos. És akkor ugye erre húzunk falat szépen. Lesznek ablakok, függönyök, minden ilyen hót kelleves kis szupi lesz. Tök jó, hogy nem olyan magas, fölösleges ugye. De nekem nem is tudom hányszorosa volt, háromszorosa volt körülbelül ugye az előző bázisunk. Teljesen felesleges. Na ez a harmadik sor ugye, vagy harmadik oldal. Na megőrültök ilyen hosszú rohadt hosszú videókat csinál a képer. Hoppá, nem forgattam el. Egy. Úgy. Na. És már is nagyobb az alapterületünk. 4 méterrel. Ugye, mert 2-2-vel kijebb került. 4 méter, ugye egyet el fog venni a fal. Valószínűleg úgy fogom megcsinálni, hogy izébe legyen, ugye. Többet blokk fal legyen, már csak azért. Mert mindenképpen, hogyha ilyen lapos falat is csinálsz, és azt kívülre rakod, akkor is az őre már nem tudsz semmit pakolni, szóval az tök ilyen kellemetlen az egész. Már aztán franc tudja. Na, ez az utolsó, ugye? Utolsó sor, mondjátok, hogy az. Megint nem forgatom el. Na, valami legyen. Igen, és a 4 sorokra kell ugye megcsinálnom majd a speckó blokkot. Speckó blokkot, de szerintem az olyan van is talán. Itt egy probléma lehet, hogyha a lépcsőt szétverik, úgyhogy azt tesztelnünk kell. Na, hogyha szétverik, akkor baj van. Egyébként arra gondoltam, úgy lehetne megoldani valami másodlagos rendszert, hogy ugye lenne még egy hordavárom, vagy pedig még egy lépcsősor, amit ugye megnyitnék. Ki kéne raknom egy ilyen blokkot ide, meg kéne egy ilyet, és akkor meg kéne néznem, hogy melyik az, amelyik közé megy. De szerintem azt lehet, hogy így el is mentettem. Aha, el is mentettem, nagyon tuti. Jó, akkor azt be is tudom rakni, és először azt ebbe a sarokba tudom rakni. Elvileg, ugye? Így van. Oké. Ezt most ebbe a sarokba tudom rakni. Jó, monumentális bázis megkészül. Ezt ebbe a sarokba tudom rakni, és ha nem megyünk, azt megnézzük alulról, jó? Ó, még 5-7 másodpercig van eltörve a lábunk, úgyhogy jó. Jaj, ne! Ezt elkezdte forgatni, bassza meg. Nem tudom izélni. Oh. Hát ezt most jó rácsasztál bele. Na, ez az. Jó, így van. Na, mindjárt lemegyek megnézni, mert ez igazából alulról látni, hogy normális-e. Csak óvatosan, mert nem kéne még egyszer eltörni a lábamat. Ezt a lépcsősort meg majd kivilágítjuk, azt akkor tök jól látjuk a zombikat, ahogy jönnek föl. A zombi váróba. Ami egy külön helyiség lesz, úgyhogy mindenképp ilyen külön helyiségeket akarok létrehozni. Na, és kacok. Akkor azért, júj, azért, figyeld. Úristen, mi a pöcsövet csináltam, de még megint én, hallod? Mit műveltünk ide, gyerekek? De szerintem epic jó, meg tök jó, hogy ilyen penge éle van. Hát ez azért jó, ez azért jó. És az tök jó, hogy átlátszik az a lépcső. Ez szerintem egy hatalmas segítség mindenféle szempontból.
Hú, ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Ez valahogy, nem tudom, gyerekek, ez nekem nagyon bejövős lett. Ez jó. Úristen, mit csináltam én? Egy kurva stokedlit, hallod? Vagy hokedlit, nálunk stokedlinek nevezik egyébként. Csináltam egy böszben egy hokedlit ide. A hokedli. Az lenne a jó név neki. Na figyeljetek, itt a legtávolabb pont is nincsen egymástól, itt 5 blokkra. Úgyhogy hetet tud áthidalni, mit tudom én, még ez a szar is, tehát abszolút esélytelen, hogy leszakadjon. Hogyha ez fel van upgrade-elve, akkor ez úgy fog állni, mint a betonba, az főleg, hogyha beton lesz. És ez szerintem kurva jó. Nekem ez nagyon tetszik. Mindenképp úgy fogjuk elkezdeni, hogy megcsináljuk a zombi várot legelőször, vagy horda várot. És akkor az egy ilyen teljesen elszeparált rész lesz, külön ajtóval mindennel. Betekintőnyílással, minden jó cumóval. Az meg lehet, hogy nem csinálom már, mert izai megőrültök gyerekek. De itt meg tudom én vázolom, ugye eddig ki tudunk jönni majd. Gyakorlatilag ott fognak följönni, nem kell olyan hosszú rész neki. De már annyit mindenképpen megcsinál. Ugye várjál, okosan kell ezt kiszedni most. Mert ugye, azt kivehetem, az így jó. Csak egy baj van. Azt kivehetem. Ezeket kivehetem, mert ugye tartanak mindenhonnan, szóval nincsen problém. Viszont, egy ilyen hosszúba gondolkoztam. Ugye? Ez valahogy így kellene szerintem megoldani. Meg. Lehetne, mondjuk. Jajaj. Na. Na. Úgyhogy ez elég lesz eddig is. És ilyen szélesbe így. Így valahogy gyerek. Hát ez elég kevés, nem? Elég kevés. Az a baj, a szimmetriának köszönhetően, igen, tudok középre is rakni, jó. Tudok oszlopot. Mert elvileg van olyan oszlop, ami sarokra megy. Mindjárt megmutatom. Jaj! Nagyon jó, kitaláltuk. Azt hittem, hogy el van cseszve, de nincsen. Mert elvileg van ilyen oszlopunk, pilárunk, ami sarokra megy, látod? Úgyhogy ezt elforgatod. Így. Még. Így. És akkor már is tudjuk ide rakni. Ugye? És megvan a szimmetriánk. Na, így gondolta a keeper. És akkor ugye itt megcsináljuk, körbefalazzuk. Azt szerintem meg is csinálhat. Nem jó, egy pillanat gyerekek, azt már abba hagyom, ígérem, esküszöm. Itt ez körbe lenne falazva. Csak az alapját megcsinálom, hogy nagyjából érezzem, hogy mit szeretnék csinálni. Így. És ugye itt jönnek föl, egyből, ez egy külön helyiség lesz, tényleg egy abszolút külön helyiség. Itt állnék, itt lenne a rács, itt lenne egy ajtó. Itt lenne ajtók. És akkor ugye ki tudok jönni, mind a két helyiségbe be tudok menni. Ide, itt lennének ablakok. Ugye nem is kellene azt megcsinálni, hogy ott legyen bármilyen rács vagy valami, mert igazából nem tudnak bemenni ott. Szóval akkor ez így lenne. Igen, ez így lenne. Ennyi, gyerekek. És akkor ablakok, két oldalt ajtó, be tudok akárhonnan jönni. Nem tudom, azt a rácsos ajtót lenne jó megcsinálni. Be is látok, ha akarok. Ide, elgondolom őszintén, én raknék egy olyat, hogy... Hát, igen, ez tök jó. Forgasd el normális. Így. Egy ilyen, konkrétan így bevezeti hozzám. Így, egy ilyen feelingű lenne az egész. És akkor ugye ez egy teljesen külön elzárt helyiség lenne. Egy ilyen kocka, ebből gyakorlatilag nem tudnak kitörni, ide csinálnánk rácsokat, jó ereset.
És ennyi lenne az egész. De is ugye lehetne még magasabbra. Ajtón bemész. De mondjuk még ajtó sem muszáj ide. De mondjuk rakhatsz ajtót. Aha, ide rakhat ajtót, mert hogyha itt ezt lebontják, vagy bármi történik, akkor innen tudod őket lőni még. Úgyhogy van egy plusz védelmi vonal már is, ugye? Hogyha itt ez szétesik ez a védelmi vonal, akkor van még egy védelmi vonalunk. Ami szerintem tök jó. És ugye, mivel ezt így most falakból megépítjük, akkor tudunk ide is különböző helyiségeket. Ajtó, ide mondjuk megcsináljuk a konyhánkat, kész. Akkor ide mondjuk megcsináljuk a full raktárunkat, kész. És akkor ide meg még, amit tudom én, crafting station, vagy bármit. Vagy oda a kraftolós részt, oda a konyhát, ide meg mondjuk a raktára tele ládával. És akkor tök jó. És ugye, mit tudom én, ilyen bunkerszerű lesz az egész, hogy ilyen letört sarkokkal, fölülre így visszafordítjuk ezt a sarkot, tudjátok, és akkor egy ilyen, mint egy ilyen kapszulába, egy ilyen beton kapszulába itt fönn fogunk héderezni. Körbe lőréseken kilátunk akár, de igazából csak annyira van szükségünk, hogy lássuk milyen idő van. Ide úgy se fog semmi följönni. Igen, és akkor ez itt tök, szerintem egy tök full high-tech lett, de például ezt a kettőt is érdemes lenne akkor ma kicserélni, ugye? Mindjárt mutatom, hogy hogy. Csak hogyha oda fordítaná egyszer, mondjuk ilyenre, ezt meg ilyenre, és akkor bár is még egy ilyen, még inkább dizájnosabb az egész, meg ugye itt is akkor lehetne ezt is így beforgatni, tessék, olyan tab, na, ezt lekopizzuk, és akkor ezt letörjük, jaj, ezt lekopizzuk. És akkor lehet ilyen alakú ez az egész váró, látod. Sőt, még ennek a belsejét is le lehetne törni, de annak meg az már fölösleges. De hát mondjuk ezt is le lehet törni, és akkor az megint ad hozzá egy ilyen tök jó ilyen. Ne mégse ilyen full szögletes, látod? Milyen jó? Így. És akkor tényleg így hozzánk irányítja. Itt bejönnek, meglátnak, oda van a hülye! Aztán már jönnek is rám. Tök jó szerintem, és tényleg úgy kell megcsinálni, hogy itt legyerek, be tudjak látni, és hogyha nagyon elszakad a... szétmennek a dolgok. Figyelj, ide is én raknék egy ilyen blokkot, baze. Ezek annyira jól néznek, így. Meg ide is egy ilyet. Ez így annyira jól néz ki, hogy így le van törve. És akkor így mész be, és itt lesz az ajtó, tudod. Nem? Ez így nagyon fullos. Ez így nagyon jó, és ide rakjuk az ajtót. Hát ez így, na, így sokkal jobb így letördelve le. Főleg a betonból meg lesz a struktúra. Na, és akkor ennyire hordaváró, kész. Egy elszaporált tök jó rész, meg még ráadásul, az baromi jó benne, hogy itt állsz, látod folyamatosan, hogy hogy jönnek fel a zombik. Milyen zombi jön, mire számíthatsz, most három jön, most kettő jön, előre látod basszus percekkel. Innen, na, nézd, eddig lelátsz. Teljesen az aljáig. Látod, ütik-e, nem ütik-e, mit csinálnak, éppen mi történik. Konkrétan bármit meg tudsz így oldani. A följönnek akkor meg ugye ütörőket, mint a répát. Itt kettő darab rácsal, itt lezárjuk. Szerintem epic jó, szuper, szerintem tök jó fog működni. El kell mennünk bányászni. Azt mindenképpen, mert addig nem érdemes, ezt a platformot mindenképp fel kell upgrade-elnünk. Úgyhogy mindenképpen bányászat indul holnap. Már nem akarom szerintem gameplay-en kívül. Jöttök velem ezerrel, aztán bányászunk. Jó, srácok? Szerintem mindenképpen úgy lesz. És akkor tényleg falak körbe, szépen, ahogy kell. Na, frankó ez, nem, srácok? Szerintem tökéletes lesz. Jó ez. Szuper. Szuper, ott látnak majd a zombik. És ez nekem nagyon tetszik, hogy lelátni. Jaj, ne haragudjatok, de ilyenkor... Még hadd nézel, elvigyek egy kicsit. Nem tudom, azt a rácsos ajtót, azt hogy van az a... Iron door, de nekem nem ilyen kell, hanem az a másik rácsos. Az... Már milyen az... Door. És nincsen más. Volt az a rácsos ajtó, azt hogy hívják, vagy mi a pecsem ennek a neve? Sealed door.
Egyébként ilyet is tudnánk csinálni, azért ezek már egy elég epik dolgok, nem? Nem kell hozzá olyan baromi sok alkatrész. Kettő ilyen rajtót azért ide fölbaszol, aztán az el lehet így lenni. Csak azt hiszem, hogy ezt középre rakja. A sima Iron Door-t, azt meg ugye izébe rakja ilyen élbe. És az tök jól néz neki itt. Jó, sima Iron Door is egyelőre szerintem tök frankó lesz. Hát ez így perfect, gyerekek. És tényleg azt kell csinálni, hogy mondjuk itt is lássa elbe, itt is legyen mondjuk három darab belátó rész, itt is legyen belátó rész, és akkor nem történik meg az, hogyha itt beszakad, akkor gyors, bezárod meg az ajtót, és akkor ide meg aprítod őket mind az állat, mert ugyanúgy fel akarnak jönni nyilván. Szerintem ez így frankó. És akkor meg is van a izé, meg is van a kettő lépcsős védelem. Tök jó, tök jó. Ide jössz oldalra, azt ide figyeld. Te simán fejbe lövöldözgeted őket, pont látod, ahogy jönnek föl. Csak azt fel kell upgrade-elni, vagy betolni legalább a lépcsőt. Az tök jó, mert kettő blokkot foglal, ezt kapásba föl tudjuk elég jól upgrade-elni. Jó. Gyerekek, elbúcsúzod, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Remélem tetszik. Látjátok egyébként epic jól út. Várjál! Skill még mindig nulla. Jó, hát az izé, vagy fel upgrade-elek mindent, akkor lesz bőven. Egyébként egész jól ellátni. Tök kellemes. Tök jó, itt a kis város megint. Kurva jó. Tök nagy helyük lesz. Raktár, gyerekek, elrendezés, jó az? Raktár, konyha, kraftolós rész. És akkor itt meg középen a raktár, innen ugye egyből el tudunk menni, ide-oda. Szerintem ez egy ez rohadt jó lesz. Nagyon tetszik, nekem nagyon bejövős. Nekem ez tetszik. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, írjátok meg, hogy bejön-e meg minden. Le kell mennem megnézni, pont reggelenig virrad. Megnézzük, mi lesz a Trader-né, basszus, annyit még gyorsan. Nézzük meg, mi van a Trader-né üzlet. Hát, hogyha izé. Hát, hogyha valami nagy, de ez már mennyi? Ez 2,5-3 órás rész. Hát, gyerekek, valamiért. Sokat dolgoztuk, megmondom őszintén, tényleg, büszke vagyok magunkra. És mindenképpen lesz felső szintje, de a felső szintje az nem úgy lesz, hogy zárt, hanem ugye ott lesz a kert, ott lesz a vízgyűjtők. Lesz mondjuk, csinálunk 5 vízgyűjtőt, vagy amelyit akarunk. Hallod, az a zombi váró rész, az kurva jó, rám. A hordaváró rész, ez, most ne arra ugyatok meg, de epic jó lett. És ezért jó a Szibetiával dolgozni, mert kijönnek az arányok, érted? Kijönnek, minden stimmel, minden arány tökéletes. És ez is tök jó szerintem, hogy nem fal, mert amikor innen jössz, akkor is látod, hogy van-e zombi, nincs-e zombi, mégis ugye tartása az pontosan ugyanannyi van, mint a másiknak. Hát ez szerintem epik jó. Egyébként, ja, tök jó, frank, nem tudom, szerintem szuper. Ezeket szét is szere vallod, mert minek nekünk. Mindenképpen következő részben gyerekek elvegyünk kizajeli, lutolni. Nem lutolni, hanem szedünk kizajeli cuccot, jó? Megyünk bányászni az erre. Nem hoztam el a bányászetemet, úgyhogy nyögvenyelős lesz. De viszont az augerrel azért tudjuk darálni neki, jó? Srácok. Ja, augerrel vagy csapjuk neki. Hát igen, ez probléma, látod? Hogy? Picsa az izeg. Az ilyen skillünk. Egy láncfűrész még jó lenne. De egyébként a Lucky Looterre én akarok agyba főbe pakolni. Mert nagyon jó cuccokat kapunk. Ugye több könyvet kapunk, minden többet kapunk. Úgyhogy XP szempontjából mindenképpen jobban megéri. Meg igazából mindenféle szempontból jobban megéri. Mindjárt benézünk a traderhez. Oké. Okay. Jézus Úristen. Ez azért brutális. Jó lett. Ez egy tök biztonságos bázis. Tök jó, hogy több oszlopon áll, esetleg, hogyha ütnek egy oszlopot, az egyik sarka fog sérülni, de föl lesz úgy upgrade-elve, hogy ezzel nem lesz gond szerintem. A lépcsőt egy picit féltebb, azt nagyon fel kell húznunk majd. DNS spirál. Na, nyíj ki.
Nézzük, mi van nálad, jó lenne egy kis, lenne egy, izé, 2000 cobblestone, vagy valami, meg is venném, bazza, komolyan. Na, haver. Inventory érdekel engem. Nincs, ilyenkor nem reszetel? Azt hittem reszetel, bazza, nincsen nála. Ő, gyerekek, vagy építkezésnél esetleg valami. Egyébként ilyen steelt. 10 000-ért nem veszünk meg, bazza. Modok. Esetleg izé mod nincsen? Drone mod, vagy mit tudom? Szóval hogy keressen, vagy drone. Drone cargo mod. Aha, ezt tudom craftolni már, írja. Ugye több tucot tud a drón cipelni, úgyhogy ez már alapban egy tök jó dolog. Jó, srácok, következő részben szerünk alapanyagot, felupgrade-elünk mindent legalább cobblestone-ig, és akkor fölépítjük magát a izét, magát a bázist, ami ugye fönt lesz. És mindenképp úgy akarom megcsinálni. Jó, hát ezt kiszedjük, akkor már kiszedem. Hogy igen, ugye le van törve az alja, és akkor amikor fölhúztuk, akkor a teteje is lesz törve, kicsit ilyen ufós beütésű lesz, szerintem az tök jól fog kinézni. Tök jó style lesz. Jó, mit gondoltok? Írjatok véleményt, hogy tetszik-e? Nem-e tetszik-e? Franco-e? Jó-e? Nem-e gond, hogy ilyen sokáig építkezési volt? Nekem? Nem tudom elmondani, mennyire tetszik. Kicsit robosztus, kicsit túlzásos, de egyébként pont jó, hogy az út az olyan széles, meg szerintem a méretei tökéletesek lesznek. Tök jó, hogy lesz belül tér, bőven, szuper lesz. Jó. Na, köszönöm szépen figyelmet, srácok, jók legyetek, várlak benneteket a következő részben, sziasztok!